Köszöntelek benneteket, elkezdjük a Pedagógus Akadémia sorozatot, aminek minden előadását magam fogom tartani, ha ezzel egyetértetek, és hát nagyon örülök neki, mert igazából a magam világát szolgálom ezzel, én is pedagógus vagyok, és hát én 1972 óta vagyok, igaz, hogy a felsőoktatásban, de mindenképpen tudom, mi az a pedagógus sors, tudom, mi a pedagógus pálya, tudom, mi az, ami segít nekünk, és mi az, ami árt, és azt szeretném ebben az egész tanfolyamban végigvenni. Két fő ága lesz egyébként az előadásoknak, az egyik arról szól, hogy mi hogyan tudjuk a határainkat védve a családi szocializációból lemaradt mindenféléket úgy pótolni, hogy pontosan tudjuk, hogy meddig vállalunk, mit vállalhatunk, és nem vállalunk többet semmiképp, semmi ránk, mert tehető abból, ami a személyiségfejlődés formálás feladata, mert hogy tudjuk, tudjátok mind, hogy a szocializáció összes hiányosságával találkozunk a munkánk során, és a szülői elvárások olyanok, hogy akkor csinálj már te valamit. És hogy az, ami az ő hibája, arra nincs rálátása, és viszont ráütelnék, hogy akkor majd mi megoldjuk. Hát nekünk megvan az, hogy mi az, amiben tudunk segíteni, és mi az, amiben nem. És ezt a pályám során megtanultam minden vonatkozásban, hogy a határállítás, kompetencia, mire vagyok illetékes, mihez értek úgy, hogy valóban tudom szolgálni, és mi az, amit viszont mindenképpen védenem kell saját magam, és már nem lehet a feladatom. És természetesen a mi saját személyes sorsunk is, ugye mi olyan személyiségfogyasztó szakmát, hivatást művelünk, amiben a személyiségünk munkaeszköz, és minden más területen látjuk, ahol mondjuk nem személyes dolgokról van szó, tárgyak védelme, az autók védelme, a szervizeink, szépen tudjuk, mikor kell olajcsere, és így tovább. És a személyiségvédelme ebben a kultúrában egyáltalán nincs hasonlóan biztosítva, hogy mikor kell nekünk energia, föltöltést, meg olajcserét idézőjelbe, tehát mikor kell, azt kellene, és hogy szolgálja a hivatásunk, hogy biztosítja-e azt, hogy ilyenekre sor kerüljön, hát nincs biztosítva. És maga tudalma szolgál nincs. Tehát ha más nem teszi meg, ha más nem figyel rá, ha más nem törődik vele, akkor nekünk kell a személyiségünket védeni. Tehát az előadásoknak nagyjából a fele azzal fog foglalkozni, hogy mi mit tegyünk annak érdekében, hogy legyen megújuló energiánk, legyen lelkesedésünk és kedvünk a pálya műveléséhez, és hogy ne legyen annyira nagy hallással ránk az a sok fölösleges munka, az értelmetlen munka, az, ami elfáraszt, nem tudjátok, hogy így van. Tehát, hogy tudjuk magunkat megvédeni, hogy az értelmetlen munkából mindnyájunknak jut elég, adminisztráció, tömegek, ugye sokkal többet kell jószerével beírni arról, mit csinálunk, mint amennyihez hozzáférünk, hogy csináljuk. Tehát nagyon-nagyon kritikus a helyzet, és hogy hogyan tudjuk ezt valahogy enyhíteni, hogy ezeket valahogy elviseljük, ami a kötelező feladat, viszont találjunk megújulási energiát. Hogy mi az, amivel mi magunk is újra, valahogy megtaláljuk a kedvet és a lelkesedést úgy a pályában és a pálya művelésében, a nevelésben, ahogyan talán még a pálya kezdetén föl voltunk töltve ezzel. Most ugye Németh László mondta, és én ezzel teljesen egyetértek, illetve leírta, az oktatási miniszternek írt egy levelet, hogy ha én miniszter lennék annak idején. És ebben annyira bölcs dolgokat írt le, és ezt mind ettől egyik én is a magaménak vallom, hogy nekünk nagyon fontos feladat, hogy mi, ami minket érdekel, és olvasunk, mindjárt ablakot nyissunk a világra, ezt mindig tudjuk a tanítványainknak továbbadni, és hogy az igazi pedagógus írta, ő arról ismerszik meg, hogy bármit olvas, már arra gondol, hogy majd hogy fogja ezt átadni a növendékeinek, és ez annyira jellemző, mert nekem kiterjedt pedagógusi baráti köröm is van, és tudom, hogy ilyenek vagyunk, és ugye saját felméréseim is vannak a pálya gyötrelmeiről is, meg hogy mit művel velünk ez a pálya, és rengeteg anyagot gyűjtöttem irodalomban is, amit mi nem tudunk a hazai jég alatt kikutatni vagy kutatni. Nagyon sok a szakirodalmi bizonyíték arra, hogy az, amit mi csinálunk, az velünk mit művel. Hogy hat vissza ránk az a pálya? Nem csak mi hatunk, növendékeinkre is használjuk a személyiségünket, hanem visszahat ránk a pálya, és ez a különleges szolgálat, ez a nullás vércsoportú, lelki értelemben nullás vércsoportú általános adás, amire mi ugye állandóan készen vagyunk, mert a pálya is ezt kívánja tőlünk, ez aztán megteszi a magáét a mi személyiségünkön, és a lenyomatát ugye meghagyja rajtunk, és ebben az, hogy ilyen általános adók vagyunk, hogy mindig ami csak van, azt mindjárt továbbadjuk és szolgáljuk a másikat, ez sajnos eléggé átterjed a mi személyes életünkre is, és ezért beépített konfliktus helyzeteket cipelünk az életben. Olyan beépített konfliktus helyzet, hogy kettőt szeretünk, a pályát is szeretjük, a tanítást magát. Nem az egyebeket, általában a tanítást szoktuk szeretni, vagy elég hosszan megmarad, hogy a tanítást szeretjük, és szeretjük a magánéletünket is. Na most akkor itt egy egyensúly, hogy ez is fontos, meg az is fontos, és akkor ebben a bizonyos libikóka helyzetben visszük végig az életet, hogy próbálunk valamilyen egyensúlyt teremteni, miközben hát nagyon sok az, amiben megszenvedjük a pszichoszomatikus zavarok, a szorongás, a feszültség, a teljesítménykésztetés, és hát ugye mind perfekcionisták vagyunk, a túlnyomó többség összehasonlítva más pályákkal, majd erről hozok is egyébként ilyen kutatási eredményt, hogy hogy is állunk, hogy mi talán a leginkább jellemző ránk, hogy nagyon jól szeretnénk csinálni, amit csinálunk, és mivel a mi pályánkon nincsen eléggé biztosítva a visszacsatolás, hogy te milyen pedagógus vagy. Ezért voltak éppen a ilyen visszatükröző kép hiány, ezért mi nem vagyunk abban elég biztosak, hogy elég jó az, amit csinálunk, vagy mi lehetne jobb, és hogy lehetne jobban. Tehát ez eléggé megviselő. Na most nem is sorolom tovább, csak inkább fővonalaiban azért vetítem előre, hogy mi lesz ezen a 10 alkalmon. Hogy valóban a fele olyan, hogy a tanítványaink szolgálatában megsegítésében hogyan járhatunk el, mik az új lehetőségeink, a másik pedig az, hogy és mi magunkat hogyan védhetjük, hogy egészségben, derűben, kellő, jó, kedvű, vagy már nem merem ezt az szót használni, de mégis muszáj elég boldogan tudjunk élni. Hát ez lesz a két fővonal. Most, hogy az első az a indul, hogy a férfi és a nő, és a nembeli lényegünk. Na most nem lényeg, ez el van írva, bocsánat, hogy nembeli lényeg, vala így is érthető. A nembeli lényeg kifejezés az azt jelenti, Carl Gustav Jungtól származik, hogy mi azáltal, hogy biológiailag egyik vagy másik nemhez tartozunk, azzal magunkkal hozunk egy már a testi felépítésben, a test működésében, izomzatában, az testarányokban, és onnan kezdve, hogy biológiai szinten, minden szinten a sejt működése, az agysejtek szervezettsége, a felépítése a belső szerveződésnek, az agyunk működési jellegzetessége, és ez által persze a valósághoz való viszonyban is óriási különbségeket áll. Itt ez a nembeli lényeg, és hogyha ezt látjuk, hogy mi a férfi adottsága és erre épülő kibontakoztatott képessége, és mi a női, ennek kettős haszna van. Egyrészt tudjuk, hogy amikor tanítunk, oktatunk, nevelünk, képezünk, nem is tudom, minden szó érvényes, akkor valójában a fiúknál mi az, amire nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk. Noha koedukált nevelés, de azért tudjuk, hogy náluk mivel lehet megcsiklandozni az érdeklődést, mi az, ami őket megmozdítja, és mi az, ami a lányokat megmozdítja. Hogy mégis ezen indító lépésnek, ezt választottam férfi és nő, egy elrettentő tapasztalat indított. Egy óvónővel beszéltem, aki óvodában ott voltam, helyszínen, és megkérdeztem, hogy miért nincsenek itt babák. Szóval a játékok, miért nincsenek babák, miért nincsenek itt olyanok, amikkel a kislányok játszhatnak. És erre azt mondta, hogy hát így most komolyan kell azt venni, hogy nem csináljuk ezt, hogy a lányok babázzanak, meg a fiúk. Tudjátok, volt ez az őrült ötlet, ami remélem, hogy már ezzel is a mai előadással cáfolni tudom azt a magyarságot, ami nem tudom, hogy honnan ered, hogy ugye, illetve tudom azt, hogy a neoliberális gondolkodásnak az a fajta beállítódás, hogy majd a gyerekünk eldönti, hogy ő fiú akar lenni, vagy lány. Mivel a természet már eldöntötte kellő időben is alaposan, nekünk egyetlen dolgunk lehet, hogy azt fejlesszük ki, amit ő hoz magával, mint alapot, és azt legyen kibontakoztatva, ami benne egy belső lehetőség, és más a lehetőség egy lánynak, és más egy fiúnak, és amúgy is annyit szenvedünk a nemek összemosódásából eredő különböző következményektől, mert hogy személyes legyek, elrettentő a számomra például, és bemerem vallani, mint lehet, hogy ez ilyen generációs probléma is, hogy én a veterán generációhoz tartozom, mert tudjátok, a veterán 50 fölött ilyen, 50 alattiak, a 40-esek ugye az X, a 30-asok az Y, és ebben a században születettek az én generáció. És hogy én nekem mondjuk a metró személyiség, tehát a fiúknak az a fajta rendkívül mély vágya, hogy rózsaszín blúzban, leborotválva, szőrtelen testtel, kidekorálva, nagyon szép hát, testi motívumokat hordozva a tetoválással, és mondjuk szőrmebundában, és mi is ilyen jellegzetes, ezeket mind a metró személyiség jellemző, és azt mondják, veszik a jogot, ha neked nőnek szabad, akkor neki is szabad így. És hogy azt tapasztaljuk, hogy a nemek közti külön markáns különbségek elmosódása. Miközben majd rá fogunk jönni és haladjunk végig ezen az úton, amit így összeállítottam a testi jellegzetességektől kezdve, egészen a kifinomult, magas, a nembeli, egymáshoz való viszonyunknak a jellegzetességeiben is, és hogyha ezt majd a, nem tudom, hogy ki hanyadikosakat tanít, de azt mondhatom nektek, hogy szinte 5. osztálytól már föl fogjátok tudni használni a képanyagot, vagy a verseket, vagy mindazt, ami illusztráció is, és nem ilyen elvont szöveggel, mint ahogy mi ezt végig gondoljuk, de át tudjátok fordítani ezt olyan nyelvre, amilyen korosztályjal dolgoztok, de a képek mindig nagyon hatásosak, ezt tudjuk, és hogy valahogy ezt át tudjátok gondolni a diákjaitokkal, a tanítványaitokkal is, hogy azért eszméljünk, hogy a férfi és a nő közötti markáns különbség az rendkívül pontos és döntő, hogy ismerjük fel ezt. És hát akkor úgy gondolom, nyugodtan elindulhatunk ezen a szellemi úton, ami minden, hát természetesen így nektek mondom, és majd nyilván átfordítva fogjátok ezt továbbadni, de hogy azt tudjuk, hogy alapvetően társaslények vagyunk intrauterin életünkben is. Már az új pszichológia kompetens magzatról beszél, képzeljétek el, vagyis sok mindenre képes magzatról, kapcsolódásra, kötődésre képes, vagyis már az azt jelenti, hogy tud reagálni, hogyha mondjuk kap egy pocak simogatást, és már erre is tud reagálni, és az apa-anya hangját meg tudja különböztetni, és különböző válaszokkal reagál. Tehát kompetens csecsemők vagyunk, vagy magzatok vagyunk, és már egy nagyon picikorunkban, amiből következik, hogy azt mondhatjuk, hogy nem tudunk meglenni a másik nélkül. Vagyis az, hogy alapvetően társas, kötődő, szeretni, ragaszkodni tudó lények vagyunk optimális esetben, hogyha nincs lelki sérültségünk. Ugye ez nagyon fontos, és ebből kell kiindulni, és azért hoztam ezt a tulajdonképpen etológiai meghatározást, hogy az élet fennmaradása, de a személyes boldogságunk is ezen múlik, és én is ezen a véleményen vagyok, hogy megértjük-e ezt a biológiai, kulturális és evolúciós parancsot, hogy kölcsönös egymásra utaltság. Csányi Vilmos előadásában saját fülemmel hallotta, hogy mondta, hogy a kölcsönös egymásra utaltság törvénye, hogy nem tudunk egymás nélkül létezni, olyan alapvető, hogy amelyik kultúra ezt, de akár növény, állat és tehát az élővilág minden szintjén. Ez nagyon fontos, az állatoknál szimbiózis formájában jelenik ez meg. Ugye ez a kölcsönös egymásra utaltság, hogy csak egy példát mondja, a tengeri sün és a korallhalaknak az egymásra utaltsága olyan, hogy a tengeri sün, hogy ott a mélyek is lustácska, és hát az algák meg mozatok ugye lerakódnak a tüskék közé, és elpusztulna, hogyha nem jönne az úgynevezett takarítóbrigád, ez a korallhalak, ezek beúsznak időről időre, kipucolják a tüskék között lerakódott algákat, viszont ők ezzel kapnak egy olyan ingert, amivel az ő túlélés segítő immunrendszerük aktiválódik. Tehát ez például egy szimbiózis, ez a kölcsönös egymásra utaltság törvénye. Tehát nekünk ebből kell kiindulni, és azt hiszem, hogy ezt magától értetőző, hogy el tudjuk fogadni, hogy ez így van. Na most a világ és csendvetése kifejezés idézőjelben van téve, Jégeltől ered. Nagyon okos gondolat, ugye a világ és csendvetése, hogy kölcsönös egymásra utaltságunknak törvénye egyben az evolúció parancsa is, mert az evolúció egyre törekszik azt, hogy legyen egy gyerekszaporulat, hogy a generációk tovább menjenek, és ha meggondoljátok, hogy Kopp Mária ugye kezdeményezte ezt a három király, ugye mind tudjátok ezt, nem tudtak erről a mozgalomról, ami a halála után, hát négyünk képviseletében majd tovább él, tovább megy, hogy bizonyított tény, hogyha nem születik elég utód, elég gyerek, akkor egy kultúra elsorvad. Miért? Mert nincs olyan utánpótlás, amelyik most itt virultok, fiatalok vagytok, de ma már nem lesznek azok. kialszák csak a saját utódaink, azok, akik majd rólunk gondoskodnak, vagy egyáltalán nyugdíjhoz elég pénzt termelnek. Most ez egy nagyon, hát hogy is mondjam, hasznossági elvek gondolkodásra utal, de egyáltalában nem ilyen szempontból nézem, hanem az, hogy az életnek a központi értelmét is, különösképp majd látjátok a nőnél az adja meg, hogy tudja-e az evolúció parancsát úgy teljesíteni, hogy valóban világra hozzon gyereket, és hogy mint hogy egyedül mi vagyunk erre képesek. És ezen még semmiféle kiegyenlítő szabályozás nem tudod segíteni. Tehát szeress, nem szuktódom, szülj gyermeket, ez egy nagyon komoly parancs. Most ugye a képeket hoztam, amiben valami kifejezésre jut abból az üzenetből, amivel mi foglalkozunk. Na hát ugye szokás mondani a férfi a teremtés koronája. Na most én azt állítom, hogy igen, de majd csak az előadás végén fogom megmondani, hogy milyen feltételekkel érvényes ez a tétel, hogy a férfi a teremtés koronája. Tehát hadd legyen egy korona a fejünkön, hadd legyenek királyi ők, de majd mi megmondjuk, hogy mi a feltétele annak, hogy korona legyen a fejükön. Na most hát Barcsay Jenőnek, biztos ismeritek ezt anatómiai atlaszát, ezen nevelődött egy festőművész generáció, talán több is, ma is használják ezt az atlaszt, mert a proporcionáltság, tehát a testarányok elosztottsága, ez a görög hát kultúra és képzőművészet és szobrászat mintájára, annak továbbéltetéseként jelenik meg Barcsay Jenőnél, és hogy a fejnek a aránya a testhosszhoz képest, ezek mind ugye olyan fajta szabályok, amiket már a művészettörténettel foglalkozók mind tudják, hogy ezek kőbevésett szabályok voltak például a görögöknél, hogy milyen arányok legyenek képviselve, és hát így elég sajátos, ahogy kinéz ez a fiú, de hát ebben van mégis ez a férfi test ábrázolás az, amiben legalább lehet látni, hogy milyen izomzattal rendelkezik, hogy milyen módon, ugye ez az egyenes tartás, még megvan a középvonal mentén is ugye a szimmetrikus elosztott, csak a mellizomnak a nagysága, de hát azért ezt érdemes ám közelebbről a Barcsay a női és férfi jellegzetességeket szépen kihozta, és ezt nézzük csak meg, hogy ugye a férfi sokkal nagyobb izomtömegű, és hogy világos, hogy őnála van a fizikai erő, és hogy a mozgástevékenység és mozgásigény is fokozott, és hogy a férfinél, és ez nagyon fontos, igazán ugyanúgy, mint a gyereknemzésben, hogy egy egyszeri, nagy, kiugró teljesítményre képes. Bocsánat, ebben csúcs teljesítményre képesek. De az, amikor egyenletes, hosszantartó terhelés kibírni, arra mi vagyunk képesek. Tehát az egyenletes, hosszantartó terheléshez nekünk van fizikai és lelki adottságunk, de van nő. Ugye? Az izomtömegünk kisebb és több a zsírszövetünk. Itt hívom fel a figyelmet, többen már hallották biztosan tőlem, mert nagyon szívesen mondom, nem túl sok, de egy bizonyos mennyiségű kis kerekdett has, ugye a hasi zsírszövet olyan módon endorfin termelő, és hát nagyon fontos, hogy ezek a depók, ezek a tartalékok. Tehát ugye tulajdonképpen azért is van, hogy olyan ingereket biztosítunk, egy kis csokierés, és akkor viszünk be ugye olyan kémiai anyagokat a szervezetbe, ami egy kicsit fokozza az öröm állapotot, és hogy a hasi zsírszövetben ugye megmozgatjuk ezeket az endorfin termelő sejteket, és hogy ezért vagyunk mi ilyen, inkább ilyen csokijevők, meg bánatunkba is olykor csokit teszünk, de ne is beszéljünk erről. Tehát kisebb izomtömegek vagyunk, több zsírszövet, és az egyenletes terhelést hosszantartóan viseljük. Nos, az, amit a szakirodalom ír a csökkentett mozgásigényről, ez már a jelenlegi vizsgálatoknál például szeretném fölhívni a figyelmet, már nem érvényes. Tehát, hogy mit jelent a kultúrának az az üzenete, hogy légy aktív, és hogy mozogj, és hihetetlenül átjön, tehát ez az egy tétel már meg van cáfolva, de mondjuk az alapvető szakmai anyagban azért ez a tétel még áll, noha már mondom, meg van cáfolva. Hát a Barcsaynak az összehasonlító ábrája elég jól mutatja ezt, és ha ezt a női testideát nézzük, akkor azt kell mondjam nektek, hogy Carl Gustav Junggal együtt azt mondom, és a Barcsay is azt mondja, és nekünk ez nagyon fontos tudni, hogy a férfi vágyainak a mélyén archetipikusosan, ami azt jelenti, hogy kulturális láncolatokba visszamenőleg, az agysejtjébe programozottan, az a vágykép él, és ez az a kulcsinger, amire kibomlik a vágy a férfiben, ami a kerektet forma. Most akkor két helyen lehet különösen kerektet forma, ami a vágyat ébreszti, és ezért tudjuk, hogy mely domborulajok azok, amelyek férfi erőteljesen vizuális, tudjuk, hogy így van, tehát a látvány hihetetlen erővel, sokkal nagyobb erővel működik a férfiban, mint a nőben, és ezért van, hogy az ájtatos pillanatokban, vagy az különleges pillanatokban mi nők becsukjuk a szemünket, a férfi viszont nyitva tartja is. Most ezek talán apróságok, de ezt most hivatkozhatom olyan vizsgálatokra, amik igazolták ezt, és akkor azt mondom, mindenkinek legyen a saját tapasztalatával egyeztetve, hogy ez hogy van. De érdekes, ugye, hogy rengeteg érdekesség van, és most mindezeket a különbözőségeket így lehet, hogy kiszőrőzzük, de van értelme, hogy a különbségeket ilyen módon, mert ugye az ellentétek egymást kiegyenlítik. És Bohr, amikor a Nobel-díjat átvette, ismerjük a fizikus nevét, ő mondta kontrária, szóval kontinenta, vagyis az ellentétet kiegyenlítik egymást. És hogy ezért a különbözőségeknek ez a vonzása, hogy te kerektet vagy, és a mély vágy éppen rád irányul, de a férfi számára, a férfinél mondjuk a magasabb zsírszövet arányt mi nők kevésbé kedveljük. Mert ezek dolgok is. De nézzétek meg, hogy az agyi és az ebből következő mentális különbségek, elme különbségek milyen markánsak. Ugye a férfinél eleve nagyobb létű, most föl van sorolva, és legfeljebb csak néhányat olvasok, mert el is tudjátok olvasni, és örülök, hogy ezt elhűzitek, és nem lesz az ismeret nektek is, hogy eleve ugye nagyobb térfogatú az agy. Hát most egymás mellé helyeztek egy női fejet és egy férfi fejet, nézzétek meg, hogy ez már. Tehát ugye nem foglalkozunk mi ezzel a mindennapi életben, hogy összeméricskőjük, hogy nagyobb a koponyát, vagy kisebb, nem érdekes, de férfi ugye agy koponyája nagyobb. És a homloklebenye tömegesebb. A homloklebeny, a frontális kéreg, az úgynevezett gondolkodó agy, amely a legmagasabb elmondtságú műveletek végzésére alkalmas, és a téridői összefüggések, a realitás törvények, a gondolkodás képessége, a okozati viszonyok, mind a frontális agykéregnek a munkája, és mint hogy a férfi, mint vagy látjátok, valagyfélteke domináns és racionalitásban domináns, ezért például ezt már kifejezi a frontális lebennek a nagyobb kiterjedt tömege is, hogy a balagyféltek ilyen differenciáltabb, hát pehére sérülékenyebb is, mert a fiúgyerekeimnél több például a dadogós vagy a beszédhibával rendelkező, vagy sajnos beszédhibás, azért, mert a beszédközpont a balagyféltekében van. Tehát nálunk nőknél is, hogy mi jobb agyfélteken dominánsak vagyunk, de ez az oldalunk sérülékeny, az érzelmi oldal, mi meg arra vagyunk predisponálva, vagyis arra vagyunk sajnos jelölve, hangulatingadozások, kedélyi problémák, egyszer fönn, egyszer len, kicsit ugye emocionálisan, különösen bizonyos ciklikus hormonális periódusokban, amikor ugye a világfájdalomról kerülünk át újra az életkedv irányába, szóval ezek a billegések az érzelmi és a kedély állapotban nálunk elég jellegzetesek, azért, mert mindenkinek agyfélteke dominánsak vagyunk. Most ugye az, hogy centripetális mentalizáció, bocsánat ezért a műszóért, de így fogtok vele a szakirodalomba találkozni, ez férfiaknál ez egyszerűen, ahogy hétköznapi nyelven az agya. Szóval, hogy törli a fejét, és sokat többre gondolkodik ez az agyaló. Na most nekünk meg, ne az agyalással szemben, a mi képességünk sokkal inkább az, hogy mi szeretünk beszélni, és akkor kifejezni, és megosztani, mert mi nagyon mi nem befele kommunikálunk inkább, hanem mi inkább szeretünk kifelé kommunikálni, ami teljesen értetésre nem gondoljátok, hogy a bal és a jobb agyfélteke különbséget. A jobb agyfélteke az érzelmi agyunk, amelyik a ragaszkodás, szeretet, öröm, bánat is, tehát mindenféle érzelmi reakció, irgalom, szánalom, az érzelmi állapotoknak mindenfajta mozgató rugója van, mert de hát mi a dolgunk? Hát itt jön az, hogy a nembeli lények szerint van megszerkesztve az agyunk, mert azért nekünk mi a dolgunk mégiscsak az elsődleges feladat, a női maga funkcióban, majd később erről is beszélünk, hogy mi egy családi életet tudjunk átmelegíteni és föntartani az érzelmi állapotát. Gyerekeket nevelni, testből szoktatni, hát ez mind azzal jár, hogy sokkal nagyobb érzelmi mozgósulásra muszáj, szükségünk van, és hogy úgy is vagyunk teremtve, vagy úgy vagyunk felépítve, hogy erre a lehetőségre el nem rontjuk ezt a dolgot valamely módon, ez meg is van. Most ugye az, hogy a férfi a logikus gondolkodása, racionális és abstraktív készsége fokozott, hát ezt a valagyfélteke dominanciából következik, mert ez az, hogy erre képes. Na most nagyon érdekes, mert képzétek el, nagy viták voltak arról, hogy hogy van ez az IQ dolog, hogy akkor ebből következik, ha a férfi a racionális agyával tűnik ki, és a gondolkodás magas szintű képessége, és itt hogy akkor okosabbak, és az IQ-juk, intelligencia kvóciensük magasabb. És akkor nagyon érdekes lett a vizsgálat eredménye, mert a férfiaknál kiugró pluszok és kiugró mínuszok vannak, és hogy ez a megoszlás érdekes a férfiaknál, nálunk viszont az átlag fölötti alatti, szóval ilyen szerény szóródás van, tehát az az egészen kiugró és zseniális gondolkodás a nőben kevésbé fordul le, de statisztikáról van itt, szóval ezerekre menő vizsgálatokról gondoljátok el. De hogy mi lényegében hátlagolunk, akkor mi ugyanott vagyunk, mint a fiúk. És a fiúk ugyanott, mint a lányok. Tehát ilyen szempontból intelligencia különbség nincs, de a szerkezete az intelligenciának elég jellegzetes. Nálunk például nagyon jó a performációs, a cselekvő intelligencia, ügyesség, prakticitás, mert mi eléggé hozzá vagyunk kötve ehhez a realitáshoz, amiben babát szoktatunk, meg pelenkázunk, meg rohanunk, meg vásárolunk, meg ügyeket intézünk, meg hasonló. Tehát nagyon érdekes, ahogyan a nő erre is van valahogy a prediszponálva, ami nem azt jelenti, hogy akkor csak ezt csináljuk és csak mi csináljuk, hanem azt, hogy erre nekünk van egy agyi szempontból is előkészített ügyességünk. És hát ugye az érzelmi intelligencia a nőnél azáltal is dominál, hogy az empátia készség. Hát mi is az empátia? Hát azt beszélünk róla szüntelenül, de hát tudjátok, hogy vannak tükörneuronok az agyban. Ez azt jelenti, hogy az empátia úgy működik, hogy letükrözöd azt, akit látsz, bármikor agyadban tükröződik, és ezután egy fantasztikus, nincs ahhoz fogható sebességű komputer, mint hogy az agy működik, hogy mintegy az összes lehetséges emléket, vizuális emléket, és egyben már nem csak vizuális, hanem a képi tartozékokat is hordozó emléket végiglapoz, hogy hol talál meg hasonló, mint ahogy a néppen most leképeztelek, és amikor megtalálta az egyeztetésben a megfelelő, hogy direkt van egy pályafront, a limbikus, tehát a frontális kéreg, ez a gondolkodány, és a limbikus rendszerben is érzelmi, hogy közötti pálya, amin rögtön számítódik az információ, hogy milyen érzelemről van szó. Tehát itt van a felfedezése, felismerése, ott meg a kifejezése, elmondása, ezáltal tudom megállapítani, hogy, vagy legalábbis megsatszolni, hogy milyen a lelki állapotod, amikor itt tartod a kezed. Én is szóltam számtalan szó ilyen helyzetben, és arra rálapoz ugye a tudattalan az érzelmi agyam, mihez megtalálta, de és akkor milyen érzelmi állapotban voltam, már üzeni is. És hát elgondolhatjátok, hogy ennek milyen nagy a jelentősége, és az érzelmi intelligencia, amivel mi már a érzelmek iskolája első előadásán, ugye tudjátok, hogy 3 ilyen tanfolyam zajlik, és ugyan csütörtöki napokon ilyen váltva ezek a kurzusok, és hogy már az érzelmi intelligencia kapcsán azt megbeszéltük, hogy mi ennek a egyáltalán biológiája, hogy az hogy lehet, hogy én érzelmileg, mi az az érzelem molekulákról beszéltünk, és a új érzelem elméletekről, a megbetegedésnek, a érzelmi alapon történő vagy pszichikus megbetegedéseknek az útjáról beszéltünk, de az érzelmek iskolájába való olyan különleges anyag, ami pont azt magyarázza, amire itt mondjuk utalni tudunk, de a szálak azok minden tanfolyam összekapcsolódnak. Mert például ugye a szülők iskolájában meg pont azt mondjuk el a szülőknek, hogy bizonyos életkorokban mi az, amire különösen figyelniük kell, és ha mondjuk valaki, mint kismama vagy majd jövendő anyuka ezt végighallgatja, akkor mindjárt tudja, hogy mi az, amire neki figyelni kell. Mert azért ez nekem egy olyan édes tapasztalatom, én ennek nagyon örülök, hogy én, ha a szülőkkel beszélek, még én olyan szülővel nem találkoztam, aki tiltakozott volna a szülőkkel ismeretek, hogy nem kell neki, nem kell, ő tudja, hogy inkább nagyon jót akarunk, és mindannyiunkban van, nem tudom ti, hogy voltatok vele, én megéltem anyaként, hogy van egy ilyen, hogy jaj, csak a legjobbat tenni, valahogy, hogy nyugodt legyek, hogy megadok mindent, ami szükséges és jó, és úgy találtam, hogy mi nők ilyenek vagyunk, és ezért én látom, hogy úgy vágynak arra anyukák, hogy tudják, hogy mit csináljanak egy adott helyzetből, hogy ők is megnyugodjanak, hogy amit tesznek, az jó, és azzal a gyereknek valami jót szereznek, vagy idéznek elő. Na hát, ugye most így nagyjából ugye a bal és a jobb agyféteke, illetve az agyi működések, olvastátok közben biztos, hogy ugye ott volt, ami nagyon fontos, hogy a kisagyi működésekben, vagy mi például, hogy nekünk a kisagyunk, hogy az itt van hátul a kisagya, egy nagyon különleges olyan része az agyszerveződésnek, amiben az egyensúly, a mozgás, a mozgáskrácia. Ugye egy nőnek legyen a mozgása finom és finomra hangolt, és egyensúlyi állapotok, testi és lelki egyensúlyi állapotok egymással szorosan összefüggenek, ha belegondoltok. Olyannyira összefüggenek, hogy sokszor testi kifejeződésben, például mint zavaró tünetet megéljük azt, hogy valaki a lelki egyensúlyának az elvesztését, hogy vele valami nagyon drámai történt, és nagyon megingott a lelki egyensúlya. De ugye azt nem akarja senkiképp, hogy tagadja, és nem mondja el senkinek, és működik az a bizonyos törvény, nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. És akkor kifejezi például ugye a szédülés tünetével fizikailag kifejezi, hogy neki valamilyen egyensúly problémája van, holott a lelki egyensúlyvesztés az érvényes. Na tehát most csak a kisagyból indultam ki, hogy a kisagyi fejlettségünk nekünk sokkal nagyobb. Hát ezért például, ugye, ha a táncművészetben gondolkodtok, akkor azért a női balerinák, vagy a női mozgás kecsességet, ugye Tünde itt van, aki évekig balettozott, ő elmondhatja, hogy ugye a női mozgáskrácia például megkülönböztetetten magasabb jobb, mint például a férfi mozgás, alapmozgása is, ugye az erőfunkciójuk neki a balettben is, hogy emelések, hogy nagy szökellés, egy nagy szökellés, egy nagy emelés, a nőnek alapkörül, de komolyan, hát annyi jellegzetesség az, hogy a emberi lényeknek megfelelően van megszerkesztett például, hogy milyen mozgások vannak a tőlük ellátva. Na most hát ez aztán nagyon fontos, látjátok Ferencinek, úgy szeretem ezt a képét a madárral, mert ugye várandós a mama, nem tudom észreveszitek-e, hogy ez annyira megható szép ez a kép. Na most ösztrogén, mert nem tudjátok, a mi női nemi hormonunk az ösztrogén hormonról. Ez nem csak azt teszi, hogy nekünk a ciklusaink előállnak és így tovább, hanem ezzel együtt jár ennek a hormonnak egy sajátosan egy magatartásunkat és érzésvilágunkat befolyásoló hatása. Tehát azt igazolták, hogy ez a bizonyos félénk tartózkodó, visszahúzódó magatartás. De ez női nemi hormon jelentős szerepet játszik benne, hogy előáll, és olyan érdekes, hogy nem tudom, vizsgáljátok meg magatokat, hogy ti hogy vagytok vele. Hogy ugye mikor azt tapasztaljátok, hogy a fiúk nézik ezeket a volt harci látványokat, és hogy még bizonyos mértékig élvezik is, mondhatom, hát mindesetre nézzük. És hogy mi nők pedig azt mondjuk, jaj, ez a sok vér és ez a... Hogy van bennünk még egy irtózás is az agressziótól és annak következményeitől, tehát ránk sokkal rosszabb hatással van. És ez összefügg ezzel a bizonyos érzékenységgel, amit az ösztrogén okoz. És hát természetesen úgy is nevelnek bennünket, de ez egy következő kérdés, mert most a biológiai szintekről beszélünk, hogy van egy biológiai szint, arra meg rápakolódik a szociális, hogy hogyan nevelnek bennünket. És hát ugye az, hogy a harciasságot nem csak kerüljük, tehát mi aztán nem egymással uniózunk és úgy szerzünk igazat, vagy érvényt az igazunknak, és hogy ezt a kifejezést egy emócióközpontú coping. A coping az a megküzdés, a lelki megküzdést nevezi, ugye angol elnevezésben a lelki megküzdő képesség. És ugye a férfiaknál az ilyen problémaközpontú megküzdések dominálnak, hogy mi a probléma? Na lássuk, fogjunk neki, gondoljuk végig, terv, megoldási lépések, gyerünk. Nagyjából ez a problémaközpontú, és mi nők pedig hát eléggé hajlamosak vagyunk rágódásra például, meg különböző szenvedések, lelki szenvedések, átélések, nem alszunk, nem eszünk, az még talán biztos végig, nem alszik, nem eszünk. De hogy megszenvedjük, tehát az emócióközpontú megküzdésben nagyon sok olyan van, számos nagyon jó is, de nagyon sok olyan van, ami voltaképp a megélésben hátrányos, ami szenvedéssel jár, ami olyan negatív, hogy inkább kerülendő. És hogy ezért aztán azt mondhatom, hogy pehjünkre nálunk az emócióközpontú megküzdés az meglehetősen előtérbe kerül. És a férfi, hát a tesztoszteron, ugye a férfi nemi hormon. És hát itt mondom el nektek, hogy nagyon hosszú ideig, mikor egyáltalán a férfi női nemi hormon hatással világossá vált, hogy mit tesz, és hogy ugye hogy okozza a harcikettet, meg hogy segíti az izomfelépítést, meg hasonlók, ugye a tesztoszteron, hát belvetették és adakolták például. És tudjátok, hogy Schwarzenegger őszintén kijelentette, hogy attól lett impotens átmenetileg, és hogy muszáj volt, hogy leállítsa a tesztoszteronodást. Miért? Egészen világos. Képzeld el, ha egy hormont kívülről adsz, akkor a szervezet elustul, és az akkor én nem termelek olyat. És ha kapott tesztoszteront, akkor működött, ha nem kapott tesztoszteront, akkor hát nagyon riasztó volt, hogy a spontán férfiasság ilyen módon csődöt mond, úgyhogy le is álltak ezzel, és tesztoszteron adástól már most akármilyen teljesítmény vagy hát testépítésről van szó, a tesztoszteront már kivonták, hál' Istennek a forgalomból. De nem csak ez a probléma nyilvatos, hanem olyan vadállattá teszi a viselkedést. Tehát olyan mértékig fokozza az agresszivitást, hogy kezelhetetlen, és úgy nevezzük ezt impulzus kontroll zavarok. Tehát amikor egy kicsi behatásra óriási reakció, és a másiknak a sérelmére, tehát agresszív reakció áll elő. Viszont ugye a férfi nemi hormon egyben egy ilyen kockázatvállaló, ingerkereső viselkedésre is ösztönöz. Belegondoltatok abba, hogy az evolúció során nagyon hosszú időn át mi volt a férfi dolga? Hogy menjen és üljön vadat, meg szerezzen élelmet, meg menjen, legyen harcias és küzdő. És éppen ezt a tesztoszteron, éppen ezt, hogy merjen kockáztatni, belevágni dolgokba, menjen és keresse a világban azt, hogy mit hozhat haza, ugye, a konyhára. És hát, hogy a domináns viselkedés, hogyha elég hosszú ideig fennáll, ugye, tehát ezek ilyen circulus viciosus, hogyha valaki ilyen nagyon erőszakos és domináns, ez úgy hat vissza, hogy fokozza a tesztoszteron termelés. És hát most nem akarok itt a macsó férfiakra túlságosan sok időt szánni, de hát azt tudjátok, hogy egyet azonban elmondok. Nagy meglepetés volt a számomra. A Pickup Art új mozgalom, ami nem pszichológiai indítatású, mert nem akar nagy erőnk menj. A fiúknál indult el, de a nemi viselkedéssel összefüggő, hogy a fiaink nem tudják, hogy kell úgy Isten igazában férfi magatartást, és egymást tanítják úgy, hogy ez a dobd be magad, vesd be magad, és ilyen macsós viselkedés mintákat élőben gyakoroltatnak, hogy ugye meg egymás közt megtanulják, úgy leszel macsós, és úgy leszel abszolút, a nő az omlik a karjaidba, ha ezt vagy azt csinálod. Meggyakorolják, megtanulják, és élő helyzetbe kipróbálják ezt a macsós viselkedést, és akkor hát ez a macsó típusú, de aztán mivel rájöttek a fiúk, hogy ezzel addig nyerők, amíg bekerítik a nőt, és aztán ez hosszantartóan nem tudja a nőket mondjuk túlságosan hevíteni, és ezért kialakították azt a bizonyos és a férfi típus, vagy a gyermeknemző típus, azt a férfi viselkedés mintát, és ez döbbenetes, hogy egy Hoffman Rózsa nevű, remélem jól emlékszem a nevére, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a tanára az, aki okosan, pszichológusi oldalról bekötődött ebbe a mozgalomba, hogy valahogy már emberformájúvá tegyék és szelídítsék és hozzák valahogyan olyan formában, hogy valóban ebbe legyen valamilyen lélektan is, vagy lelkiség is, ne csak az, hogy így viselkedj, meg ezt mond a nőnek, meg mi a célod, hogy minél előbb az ágyadból legyen, aztán kipróbáld. Ha már kipróbáltad és úgy találod, hogy jó, akkor viszont legyél szíves, és azt a másik fajta viselkedést szedd elő, amivel a nőt meg tudod tartani, és akkor jön a szemét, a lágy, és hogy valóban már legalább megtanulják azt is, hogy kell kell kedvesnek lenni, meg hogy kell a nőre figyelni, meg hasonlók. Szóval azért rájöttek arra, hogy a macsó átmenetileg ugyan győz, de hosszú távon nem túlságosan nyertes egy nő számára. Na ezt csak úgy elmondtam nektek, hogy nagy érdekesség számomra, hogy erről hallottam, hogy ez van. Na, hát akkor nézzük tovább, mert nagyon hosszú is az anyag, nagyon sok, de hát majd egy picit szorgalmasabb vagyok abban, hogy elmondjam. Most a tesztosztáronnak a személyiséggel való összefüggése már olyan nagyon újat nem tudok mondani, de mégis tételesen. Tehát ugye a matematikai statisztikai eljárások, erre mondjuk, hogy evidence-based bizonyítékokon alapuló, vagyis nagy kiterjedésű vizsgálat, matematikai statisztikai alátámasztású, hogy a tesztoszteron az extraverziót, tehát a kifele nyitottságot, a dominanciát, a cinizmust, az éles nyelvű, csípős nyelvű szarkazmus, a gátlástalanságot, szóval, hogy egy tesztoszteron vezérelt magatartásban a szabályokat könnyen áthágni. Viszont az eredetiségnek is, persze, hát a szabályokat áthágom, akkor mondjuk nem vagyok hétköznapi, ezt már el lehet mondani. És a viszont a magadság is például ide tartozik, mint egy vonás. Az állatotosság is, tehát kitartás, polgái katona, jön a lába, az a dolgom, hogy ott legyek, akkor én ott vagyok, és mint a kövület ott vagyok. És ugye az impulzivitás és a szenzoros élménykeresés, hát ezt mind tudjátok, hogy férfiak közt sokkal gyakoribb az a bizonyos szenzáció, hajhászas, a bungee jumping és hasonlók, hogy mondjuk nekem ma majomszála égnek állattól, hogy milyen életveszélyes ugrásokat, meg miféléket ugye végrehajtanak, és ilyen szabadeséssel lezuhanás valahonnan, és ugye hát óriási stresszhormon ökés, és az adrenalin pumpa hatalmasra fölmegy, ezt tudjuk, de van ilyen kifejezetten úgy is szokták mondani, hogy az adrenalin szintet emelő különböző szórakozás nevezek, hát hobbi szintűek, de hát egy külön személyiségtípust, a sensation seeker, az ilyen élménykereső bajszoló személyiséget írnak le például. Na most akkor a lelki képességek, különbözőségek, és figyeljétek meg, milyen érdekes ez, hogy míg a férfi vizuálisan jobban tájékozódik, bocsánat, neki kell kortyázni kint a világba, hogy a ősi törvény keressen, és hogy észre legyen dolgokat, és felfedezzen. Nálunk a téli tájékozódás viszont gyengébb. Nála a látás élmény és egyáltalán az észrevenés képesség, az egész vizuális csatorna sokkal jobban működik, és a nőnél viszont a hirtelen észrevetés, a valaminek a felfedezése. Ez milyen érdekes, hogy ugye nembeli sajátosság, idegrendszeri sajátosság. Így, hogy hoppá, ezt észreveszem. De a férfinek befogni a terepet, átlátni, látni, ez nagyon. Na most ugye a nőnél éppen ezért, hogy észrevesz, nála meg részletek. Ugye hát hiába. Az, hogy terítjük meg az osztatot, milyen szép esztétikai élmények, és így tovább. Szóval ugye ez a mi dolgunk a világban. A férfit ez nem érdekli különösen. Na most ugye a szókincsben és a verbális műveletekben, de még a tempóban is nagyon érdekes, hogy a férfiak alul maradnak. Pedig a beszédközpont a valamiféle képen van, és az a férfiaknál dominánsabb, de mivel nálunk nagyon erős az érzelmi élet és a motiváltság, ezért például mi nagyobb szókincsel rendelkezünk, gyors szótalálás, jó verbalizáció, szóval nekünk ez nagyon nagy előnyünk. Innen ered az, hogy voltam egy olyan kongresszuson, ahol azzal foglalkoztak, hogy a vezetésben a férfi és a női sajátosságok, mi az, amiben mi jelesek vagyunk, mi nők, és bizony a szervező munkának a kommunikációs oldala az nekünk rettentő jól megy. Tehát a magas szintű vezető kommunikációs területen a szervező munkát végző vezetőnök abszolút lepipálják a férfiakat. De hát ez kiderül ebből tulajdonképpen a mentális adottságainkból is, a kommunikáció ügyességéből. Ugye a saját vizsgálatom, ami nagyon megdöbbentett, hogy a játszmákat a párkapcsolatban, tudjátok, azt mi indítjuk. A férfi vesztére rá. Bekapcsolódik, hát ez az ő baja, hogy aztán veszi a napot, de minden esetre mi vagyunk azok, akik igen konzervatosan tudjuk, hogy kell a dolgokat így elindítani, és ebben nagyon nagy művészek vagyunk. Na most ugye a férfi az, hogy hogyan lehet organizálni valamit, és eligazgatni az áttekintő képesség. Hát ez mondjuk a mérnöki funkcióban is nagyon fontos, de hogy áttekintő, helyzetátlátó képesség. Láttatok már, vagy ismertek nőt karmestert? Ha igen, akkor maszkulin. Mert általában, de tényleg, mert ez a képesség, hogy egy zenekart úgy, hogy most éppen null van a szólam, melyik lép be, és hogy tartani az egészet, férfi karmesterek működnek csúcson. Ez a többdimenziós szervezés képessége, ugye a szerkezet áttekintés. Hát ha nem volnának ott az élő emberek, akik zavaró tényezők, akkor nagyon jól megy ez a szerkezet áttekintés. Csak amikor már belép az, hogy az élő tényező, ugye, amit már nem tud szerkezetet át tud tekinteni, de már azt tud kiszámítani, hogyha te ezt mondod, akkor majd abból mi következik, erre már nem olyan ügyes. Most ugye a női oldalon pedig nézzétek meg minden olyan, ami az érzékszervekhez fűződik. Látás, szaglás, tapintás, ízérzés, a csatornák, ugye ebből csak a látást viszik a férfiak, de így a látásban is mi az észrevevés képességében kitűnünk, de az összes többi miért? Mert ugye az érzékszervi csatornáknak a bemenete az az érzelmi agyba, talamuszban van a reléállomás, az átkapcsolás, és ott kapja meg az érzelmi színezetet, és onnan megy a agyféltekébe, ahol van a tudatosítás, hogy most látok, most hallok, most. Szóval ugye a megértés tulajdonképpen. Ugye, és ezek nagyon érdekes dolgok, hogy mi az összes érzékszervi csatornákhoz tartozó dologban sokkal kifinomultabbak vagyunk és jobbak. Na akkor hát itt a Kondor-Béla emberpárra rátekintünk, talán ez szépen mutatja azt a fajta szemes összetartozást és komplementer, egymást kiegészítő mi voltunk, hogy míg a férfi magabiztosabb, a nő szorongásosabb, míg a férfinek nagyobb az önuralma, nekünk meg viszont még kevésbé vagyunk, hát a indulati állapotokon, érzelmi állapotokon uralkodók. Egy megküzdőbb, aktívabb, autonómabb, de egyben egy türelmetlenebb, izgább, agresszívabb, rámenősebb és dominánsabb van a férfi oldalon, akkor nézzük meg, hogy mint a nő szorongásosabb, mások iránti bizalma kisebb, önalávetőbb, passzívabb, függőbb, kapcsolatigénylőbb. Na most a kivárás türelem. Ebben akármilyen a konkrét tapasztalata valakinek az ő sajátos párkapcsolatában, ahol lehet, hogy a nő türelmetlen, de akkor annak története is van, meg oka is van, de nagy kiterjedésű vizsgálatokban mi sokkal toleránsabbak vagyunk. Mert azt igazolta a kommunikációvizsgálat, most nem akarok részletekbe menni, de mi vagyunk, mikor elromlik egy helyzet valahogy, mikor megütkül és már nem megáll, mi nők tesszük jóvá. Mindig valami eszünkbe jut, hogy mivel tudunk szépen korrigálni, elsimítunk, rendbehozunk, hozzákapcsolódunk, szelídítünk, kivárunk, toleránsabbak vagyunk, ügyesebbek vagyunk, ez az igazság. Úgyhogy jó ezzel számolni, türelmesebbek, kiváróbbak vagyunk. Nézzétek, a 9 hónap is a mi dolgunk, a kivárásban, kihordásban, ugye ez a képesség nagyon jól megvan. És hát természetesen a gyengétség, az oltalmazó, az a gondoskodó, valakiről gondoskodó magatartás. Ez, hogy valakivel valamit, hogy készítesz neki egy kávét, vagy hogy egy uzsonnát, vagy akármit. Én akkor jöttem erre rá, hogy ennek mekkora nagy jelentősége van, amikor meghalt a férjem, egyedül maradtam, és akkor kinek főzök egy kávét? Vagy kinek mondom azt, hogy jó reggelt, meg hogy gondoskodom róla, meg hogy jót főzök, és akkor azt, hogy aj, de jó. Szóval ugye ezek a dolgok, amik mind, ezek női vonások, hogy nekünk. Egy férfinak az nem tud eszébe, hogy kinek főzök kávét, ha egyedül maradok. Hát nem tudom, bocsánat, de azt hiszem, nem ez jut eszébe elsősorban, gondolom én. Na akkor nézzük tovább. Ez a berlini női, ami 1460-ból való, ez a gyönyörű kép. Ugye milyen csodálatos szép, annyira szép. A női szépség, ugye ez a sudár gyönyörű, és hát akkori kornak megfelelően, hát ez is csak gömbölydetebb, ez a női ilyen kis 15-18 éves, nem tudom, hány éves lehet, de hát abszolút esenge fiatal nő. És ezért a nő nem véletlen, hogy a szépség esztétikum forrása és hordozója, és minél inkább képes valaki ezt művészi szinten kifejezni, annál inkább hódolója a női szépségnek. Hát így a költészetben nézzétek meg, hogy a nő milyen középpontba van állítva, és ha arról van szó, hogy esztétikum, akkor abban a nő feltétlenül megjelenik. És akkor hát nézzük a nő archetípusát. Már említettem, kerekdett formák. És ezért, ha bárkinek is úgy gondolja, hogy kerekebb, meg nagyobb, meg gömbölyűbb, meg örüljön neki, azért, mert muszáj, hogy elhiggyük mi nők, ne legyünk már megtévesztve. Mert a kőbetűzhető és deszkalapos nő az egészen kinövés nélküliek. Azért... Bocsánat, nem tudom, hogy hogyan mondjam. Egy férfi, gondoljátok el, a férfi vágyik a kerekdett formákra, az alaposnak itt vagyok én. Viszont nagyon érdekes, hogy amikor a nemiségnek van egy kis megbillenése, akkor azok a formák kedveltek, amik egy férfi olyan formákat kedvel, ahol nincsenek ilyen gömbölydettségek. Na most ez nagyon érdekes. Ezzel kapcsolatos megfigyelések elég jól oda vezetnek, hogy nincsen manifest azonos nevű felé vonzalom, de a választásnak az az iránya, hogy ilyen nagyon fiús alkatú nőt választja, nagyon fiúsat, az nagyon amellett szól, hogy van valami, ami rejtett, de kidőlődik azzal, hogy rejtett. Az a lényeg, hogy helyén van a dolog, mert azért a férfi találja meg a nőt, mert ez az evolúció parancsa, és viszont is. Na most valahogy már valaki azt ugye, hogy én bennem valami elítélés, vagy valami ilyesmi volna, mert nem azért mondom ezt, hanem azért, mert minden egyes fiút, aki a saját neméhez vonzódik, elsiratok, mint nő, aki azt mondom, nekünk születtél, és nem a saját nemednek. Pusztán csak ezért. Ezt higgyétek el, hogy bennem ez munkál leginkább, hogy de kár, ha egy fiú arra született, hogy egy nőt boldoggá tegyen. Hát nem a másik, szóval a saját fajtáját teszi boldoggá, hát sokkal jobb, hogyha. Tehát csak ilyenfajta utilitárius szempontok vezetnek engem, mert nem ítélkezem egyáltalán. Elég baj az, hogyha valaki már egy ilyenfajta deviancia útjára lépett, mert boldogtalanok, ezt mondhatom nektek. Nagyon becsülök sok, magas színvonalú, intellektuálisan kiváló, művészileg érzékeny, különös művészi érzékenységgel rendelkező homoszexuális, nagyon jó személyes, tiszták, nagyon érzelmesek és nagyon sok olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amikre csak úgy rámulhatunk, és nem örülnek a saját devianciájuknak. Tehát nem igen találkoztam olyanok, aki ezt nagyon megünnepelte volna, hogy deviáns. Na, akkor nézzük a Dögának a kötőben, hát nézzétek meg ezeket a kötői vonalakat, ugye a női testnek ezeket a látszép vonalait. A nő archetípusa, ugye a tisztaság, a víz, és a potenciális termékenység, ezért van, hogy ugye a tűz, víz, föld és levegő, mint archetipikus őselemek közül a víz az, ami ugye az életnek a szimbóluma, és az élet kiből, miből fakad, a női testből fakad. Tehát tisztaság, új élet születése, a víz archetipikus, kultúra független, úgyhogy az egyetemes nagy szimbólumokhoz tartozik. És hát a sellő, a Vénusz, meg hasonló, mind a vízzel hozzák összefüggésbe, ugye a nő. Akkor most a klasszikus mintázatot nézzük. Itt van egy nagyon érdekes cseles ábrázás. Én ezt egy műértőtől értettem meg, aki nekem ezt a képet elemezte, és megmutatom nektek, hogy ez a szerkezet. Ugye milyen gyönyörű ez a szerkezet? Na de ha ezt lerajzolod, mint egy vonalat papírra veted, hát ez abszolút egy női szimbólum. Tudod, így rajzolgatják a gyerekeink. Tehát, hogy ebben abszolút mélyen benne van ez a női szimbólum, a Cézárnak a fürdőző nők, hát itt is látszik, hogy a mezítelesség, szépség, a formák íve, ugye a szexuális kapu, ahogyan ezt elmagyarázta nekem ez a műértő ember, hogy ebben micsoda fantasztikus ez a vonal, ami eleve ugye a vágy kapuját nyitja meg. Akkor nézzük tovább, a játékaimban is nők vagyunk. Hát Enzornak ez a lányka babával ugye nagyon szépen kifejezés, így bánatosan gondolok arra, hogy van olyan óvoda, ahol nincs a lánygyerekeknek baba, hogy játszanak. Hát akkor most hogy lesznek ők valójában? Ugye a játék maga, a szerepjáték, hihetet 3-5 éves kor között ott játsza le, hogy ő hogy lesz anyuka, meg nő, meg szerelmes, meg doktor bácsi, aki megvizsgálja, aztán megtudja, hogy neki más van, mint egyiknek, mint a másiknek. Ezek elemi dolgok, rettentő fontos, hol fogja ezt megtanulni, ha nincs olyan, ami, ha mindig csak egymás teste a játék tárgya, hát legyen valami, ami a maga, meg a főzőcske, meg a hasonló. Tehát úgy látszik, hogy vannak ilyen szélsőségeink, majd észre térünk. Na most a bingózó nő, ugye, hogy a Dögának a kis táncos nője, hát ha ezt a képet megnézzük, azt tanítja egyébként a műértés, vagy műélvezés tudománya, hogy mikor látsz egy képet, vedd fel azt a pozíciót, helyezkedj bele. Hogyha te, hát én most nem szerencsétlenkedem itt, hogy egy ilyen kecses mozdulatba helyezkedjen, de készbe felveszed ezt a mozdulatot. Hát ez rendkívüli módon maga kellető, szerény, rejtekezik is, meg megmutat. Feltár, meg elrejt. Mert a lábak, ugye, mint a táncosok lábai, azok be vannak zárva. Itt van a tilos, és itt van a lehet. Ugye, hogy ez mennyire érdekes, hogy ez benne van, ugye, a mozdulat kínálatban, vagy csak mint érdekességet mondom. Na most, hogy mennyire korfüggő a szépségkifejezési formáját, ilyen kalapot, ha most fölvennénk, hát nem tudom, hogy mit gondolnának rólunk, de abban a bizonyos korban, ugye ez nagyon. Láttam ezt a képet a Vasari kiállításon, egy kicsi kép, viszonylag kis kép, ami meg is lepett. Tehát ezen a képen a kalap uralja szinte az egész kép, egy nagyon érdekes és jellemző. Na most hát az örök nő. Hát a férfi, aki ugye hogy imádja a nőt, ez a Farkasodás Ádám és Évája azért nagyon szép. Én nem tudom, hogy ismeritek azt a Balassi verset, hogy Júliámra, hogy találék, örömömben így köszönék, térdre, spejek, néki hajték, kívül csak elmosolyodék. Szóval, hogy benne van, bárhova megyünk, nem kell ez 1500, nem tudom mikorra menni, hanem ez benne van a férfi-nő viszonyban, hogy a férfi, aki domináns, és szeret domináns lenni, megadja magát. Mert a térdelés az a megadásnak a kulturális gesztusa, ugye, hogy letérdelni uralkodók előtt, letérdelnek, felhajtanak, letérdelnek. Vagyis a legtöbbet fejezi ki ezzel a férfi, hogy megadja magát. És így, hát a végtelen férfi. Na most hát a nő, mint a vágytitokzatos tárgya, és minden férfi álma. Ugye ellennek az álmodomennőről, ezt ismeritek ezt a versetet, álmodomennőről, akit nem ismerek, áldott különös forró nagy látomás, aki soha se egy, aki soha se más, aki engem megírt, aki engem szeret, stb. Stb. Szóval ugye ez benne, hát most ugye attól függ, hogy Picasso-t milyen színnel szeretjük, vagy fogadjuk el, de ez elég jól benne van, hogy a férfi álma, ugye, mert a festő ott van baloldal, Picasso, aki festi az atyát, és hát a nő, aki a teljes mesztelenségével a csáp, a kínálat ugye a férfi számára. És akkor hát a nő, mint a férfi érzéki vágyának az örök tárgya. Most nem tudom, mennyire látszik ez a kép, hogy ez a hosszú lógó nyelven, logón, ugye ez az alaka, hogy a nő irányába tart, ez az érzékiségnek ez a kifejezése. Lehet ezt eléggé látni, hogy ez a nőnek ugye valamit felajánló férfi, hát egy különleges, ezzel a sóvár, állatias és hosszú nyelvű, vagy ugye, liheg, mint a kutya, mondaná. Hát szóval valami olyan az ábrázolása, benne van ez az elleni vár, hogy ez egyszarvú házasságra című kép. Na most a nő, mint a végzet, ugye, hát lefejezés, a férfi, aki azt írtam, aki elveszti a fejét, de a nő az, aki lefejez, kifejez és befejez. Ez minden az ő hatalmában, mert így csak az érzelmeken át tud hatalmat gyakorolni a férfi fölött. Nos, a fallikus nő, ismeritek ezt a kifejezést? Az a nő, aki elveszi azt az öntudatát a férfinek, hogy ő igazi férfi, aki például egy kis szexuális nehézség esetén is megalázza, lealázza a férfi, tehát ez olyan, mint ragasztrálná. Ezt vegyük tudomásul, hogy a lánygyerekeinknek meg kell tanítani, hogy milyen sejmesen és finoman kommunikáljanak a férfivel testileg is, mert nagyon érzékenyek ebben. Hát ezt most nekem nem kell nektek tanulnom vagy mondanom, mert szerintem mindjárt, hogy a legérzékenyebb területe a férfi illetnek az, hogy ő hogyan tud a maszkulin helyzetekben helytállni, és a dolgok mennek simán. És a dolgoknak simán kell mennie. mert akkor van belső béke, és akkor, hogyha ő a maszkulin teljességet érezheti, és ezt akkor érzi, hogyha a szexuális teljesítmény zavartalan. Van egy teszt, amivel mi dolgozunk, pszichológusok, ahol például, ha valakinél a szexuális életre kérdező, hívó helyzetben döccenés van, akkor teljesítménytáblán, úgynevezett teljesítménytáblán is ilyen döccenés van, és az én tanítómesterem névei, hogy direkt összefüggésbe hozta, és azt mondta, figyeljük meg, hogy a férfinél, hogyha a szexben nem mennek a dolgok jól, akkor a munkában is elkezd döcögni, a teljesítmény is kicsit döcögni kezd, mert nála össze van kötve, mert ugye az, hogy mit ad a világnak, és hogy mit tud produkálni. A kettő, a siker itt, a siker ott, ezek nagyon lelken így, nagyon szorosan össze vannak kapcsolva. Nagyon sajnálatos, de ez így van. Na most hát Kondor Bélának, nem tudom, van egy sorozat, ez a Grég sorozat, hát itt azt mondja, a képzeleted megtévesztett engem. Na most ki tévesztett meg a képzelet? Most aztán lehet találgatni, mert ez a kép címe. Ki tévesztett meg a képzeletet? Hát ezt most nézzétek meg, ott van ez a csontváz, egy rím alakig is mutatnám, ugye egy halál szimbólum, és hát hogy a nőt, a férfi, a nőt, hát ezen eltűnődhetünk. Na most ez a mély, ugye a Lichtensteinnek a képe. Hát a nő, aki alapvetően, tudjátok, az ösztrogén hormonnál már beszéltünk róla, hogy alapvetően szorongó, és hogy ez a gondolatkör, ami állítólag nagyon feminin jellegzetesség. Most kérdezd meg magad, így vagy-e? Hogy ez a lehet, hogy baj lesz, lehet, hogy nem, lehet, hogy a dolgok nem jönnek össze, jaj, lehet, hogy valami baj lesz. Ez a típusú aggodalmasság, ez a szorongásgyökerű aggodalmasság állítólag a mi sajátunk. Na most hát most már annyira kiterjedt egyébként a ilyen szorongásos aggódó viselkedés, hogy már nem merem azt mondani, hogy tényleg a milyen. Mert már ez olyannyira általános áll, de hát minden esetre azzal magyarázzák, hogy ugye az emocionális érzelmi coping, tudjátok, az érzelmes, a aggodalmas, a gondolataiban nagyon elmerülő és a fantáziában nagyon rosszakat előrevetítő női tulajdonságról van itt szó. Na és akkor hát itt van ez a Supermarket Lady, aki arról üzen nekünk, hogy az a testi zsírpárnáknak a növelése és a boldogtalanság szorosan összefügg. Vagyis eszem, mert elment az eszem. Etettek és csak én szeretek. Zárójel, figyeljétek azt, aki sovány és eteti, agyon eteti a másikat. Az anorexek például, akik kórosan soványak, másokat tukmálva etetnek. Ők vagyunk együtt, akkor teljesen természetes, hogy annyira begerjedünk szabályosan, hogy nem tudod szabályozni már magad, hogy mérsékeld, és akkor azt érzed, hogy már ellenállhatatlanul nevetsz, egész záró izom fenegedettséget. Komolyan. És mikor kisztegerjednek, és ezt igazolták, hogy olyan hatalmas izomrelaxációs hatása van, ezért van záró izom fenegedettség. Olyan hatalmas relaxációs hatása van, és annyi feszültséget tudunk kioldani, hogy ezért hát nem véletlen, hogy a keleti kultúrákban van ez a bizonyos a nevető buddha, tudjátok, van az ábrázolásban is, ugye van a nevető buddha, meg az a másik fajta, a szobrokon is, ugye a vidám buddha, hogy csináltak például ilyen kejfeljancsi buddhákat, ahogy lögd meg a buddhát, és akkor az nevet, egy ilyen típusú, mint amit mind hallottátok, ugye ezt a... Nem hallottátok, hát akkor olyan jól lehet nevetni, és ugye borzasztó sok feszültség távozik a nevetéssel, ilyen szakálikusan. Ez a pont, amikor már kidől a nevetésre, úgy akartam, hogy hallgassátok már meg, hogy ez mennyire édes, és azért is mentettem el, hogy legyen már meg nekem, hogy bizonyos pillanatokban annyira rászorulunk, hogy egy kicsit nevessünk már. Legyen az élet kicsit könnyebb, ott segítsünk, ahol tudunk. És azt hiszitek, hogy ez ilyen nagyon provokáló és művi. Hát egyáltalán nem, mert az Ekman, a mimikakutató, világhírű mimikakutató azt is igazolta, hogy ugye az ember a motogizma, itt két izmot, a rizóriuszt és a szigomatikus májor, ez a két nagy nevető izom, hogyha ezt akcióba hozzuk, akkor az agyban az örömközpont elkezd tüzelni, és akkor beindul ez a vitalitás generáló funkció, immunstimuláció egyik ágon és örömhormon termelés a másikon. És akkor csak fölraktad az arcodra a mosoly. És hogy több tartani, tehát lehet, hogy nagyon, nem tudom én, művi, de egy idő után éppen ezáltal, hogy bekerjeszti a megfelelő pályákat, tényleg jó lelki állapotba hoz. Biológiailag biztosan. Igen, hát persze. Csak hát ugye olyan kultúrában élünk, ez a konzumkultúra veszélye, hogy mikor rossz lelki állapotban vagy, akkor az a parancs, hogy nincs idő semmire, nincs idő a fájdalomra, nincs idő a szomorúságra, semmire, gyorsan hozd magad jó állapotba, és akkor jön a kémiai kényszerzőből, és akkor ugye ezzel tulajdonképpen megzavalázni próbáljuk a fájdalmat, vagy a lelki negatívumokat, és akkor mi következik ebből, hogy mint hogyha egy síró gyereket kizársz a szobából, és akkor ott dörömböljön, meg ott legyen a másik szobában, ez nem marad meg hosszasan, az addig fog dörömbölni, míg be nem engedett teljes bűvel fog reagálni. Ugyanígy a testünk úgy reagál, mint egy gyerek, úgy viselkedik, mint egy gyerek. Na ne félj, kémiai kényszerzőpont húztál rá, majd aztán meglátod, hogyha a gyógyszerhatás elmúlik, akkor kétszeres, tízszeres erővel fog majd balhézni. Szóval, hogy nagyobb lesz a megerjedés. Tehát meg nem oldjuk, mert hisz tüneti az ilyenfajta kezelés. Úgyhogy a lelki problémákra az adekvát megoldás a lelki út. Mert ugye ember okozta a sérelmet, fájdalmat, emberi kapcsolatban tudjuk megoldani, és nem tudod máshogy megoldani, emberi kapcsolatban. És hát olyan dolgokra jött rá a tudomány, hogy lenyűgöz engem, hogy egymásra nézünk, és a limbikus idegrendszer izgalmi állapotba kerül, és pozitív érzelmi rezdülések keltődnek. És ezért egy személytelen világ, ahol mondjuk úgy e-mailen keresztül váltunk gondolatokat egymással csak, és nincs a közvetlen személyes érintkezés, egy csomó olyan hatást kikapcsol, ami benne volna az egymást éltető ingerek a repertoárjából, ugye? Hogy hozzálépek, hogy megsimulnak. Hát az érintés pszichológiát egész egyszerűen döbbenetes dolgokat tárt föl. Ugye, hogy olyan érintés, hogy nem veszed észre, tehát szubliminális küszöb alatti, tehát csak az érzelmi tudatot fogja föl, a tudatos tudatodig már nem érkezik el, és mégis ennek hatására te az adott helyzetet, ahol az érintést kaptad, sokkal pozitívabb érzelmekkel fogod minősíteni. Ezek manipulációra alkalmas eszközök, hogyha valaki ezt a tudást felhasználja, és ő tudja, hogy mit vált ki vele, és a másik, akire hat, az nem tudja. Ugye ezek döbbenetes dolgok. És ezért hát sír a lelkem, hogy nem szabad a tanárnak megérintenie a tanítványát. Miért nem? Miért nem? Miért? Azért, mert át van szexualizálva már minden. Minden érintés megkapja azt a tulajdonított illetéktelen érintés címkét, ami végzetes. Na jó, hát ezt csak úgy mondtam közben, mert itt a szünetben is beszélhetünk. Na akkor ha van megbeszélni való kérdezés, bármilyen, akármiről beszélgethetünk szabadon. Jó? És mi érdekel benneteket? Ja, persze, mert különben is jól tesz, amit jól kapcsolatban. Minden alkalommal valahogy arra törekszem, hogy valami olyan egyrészt beszélünk dolgokról, megtartok előadást, másrészt meg, hogy valami muníciót vigyetek, amit tovább tudnak használni a pedagógiai munkában. Legyen az egy valami olyan gondolat, hogy milyen helyzetben mit, hogy dolgoztok a tanítványaitokkal egy-egy kérdésben például. Tehát ilyen technikai, módszertani dologról is szó lesz például. Tehát, hogy hozzuk érzelmileg mondjuk állapotba a tanítványainkat bizonyos témákban, vagy hogy szórakoztassuk őket, úgyhogy tanulnak egyfolytában, és nem veszik észre. Ezek nekünk nagyon fontosak. eszközösnek kell lennünk, igaz? Szóval, hogy van egy csatorna, mert az, hogy ilyen frontális típusú, mint ahogy most itt állok és én mondom, és szemtől szembe vagyunk, tulajdonképpen tudjuk, hogy ez a legkevésbé hatékony. És nagyon sok érdekes dolog van, amit tehetünk, ami sokkal hatékonyabb. Szóval ilyenekről is szó lesz majd. De a frontális blokkon is benne ez, hogy ez egészen máshogy én szólok, hogy ez, mint hogyha egy filmet vetítek be, vagy ha bármi más módon próbálunk, tehát ebben is benne ez interakcióval, ez beszélünk. Nagyon is fontos, hogy kombinálva legyen, hogy ne uralja el az adott, mondjuk, tanári szerepet az, hogy így, tehát például, hogy legyenek képek, legyenek versek, legyenek ez, az, legyen még, ami több, mint amit az a néhány szó. Mert ugye az egész előadást megtartottam volna fele annyi idő alatt, amikor nincs hozzá kép, de úgy elmondom, és én úgy ítéltem meg, hogy ez unalmas volna. Nem, hát unalmas volna a férfi funkciót felsorolni. Hát ez olyan, mint mikor nem is mondom, bocsánat, nem akarok semmiféle bántás, így, hogy az órán leadom az óra anyagát, hát nem. Nem, hiszen fordítva kérdezik, tehát attól, hogy egy ilyen kivetítés menne csak, abban pont ez hiányozna, hogy... A közvetlen. Igen, tehát nem úgy ránézek a másikra is. Igen, nem tudom, hogy mennyire hiányzott ez, mert én szerintem a kapcsolatban voltunk ez alatt is. Igen, én is mondom, tehát, hogy ez a frontális oktatásban, hogy ennek kell lennie, hogy én azért ott vagyok. De abszolút, persze, mindig. Egyébként meg is kívánja az a diák, hogy te légy ott, és hogy te abban a szerepben próbálj megfelelni. A szerepednek nagyon is kemény elvárás. És ha rájönnek valaki gyengéjére, hihetetlen, tudjátok, hihetetlen. Van egy nagyon-nagyon kitűnő angol nyelvtanár, mert a zseniálisan tud gyönyörűen angolul, és nem tud tanítani. És ezért néhány gyerek az osztályból körülveszi, akik jók, és azzal élénk cselejbe van, mint a többiek meg ott lehetetlenkednek körülöttem, unottan. És hát elbocsátották például a tanári állásából, mert nem tudott a helyzetnek megfelelni. Szóval igen, hát ez nekünk. Egyébként meg hát nyitott kapukat döngetek, tudjátok, mind fáradozunk azon, hogy kialakítsuk azt, ahogyan tanítunk, hogy elérjük a másikat, igaz? És mindenkinek van egy egyéni stílus mintája. És a tanítványaink sokkal pontosabban tudják, hogy mi hogy is csináljuk, amikor minket kikarikíroznak. Ezzel szórakoztatok. A fiamnak nagyon jó a humorérzéke, és hát úgy szokott viccelődni, hogy most a mama előadást tart, és az egész család dől a nevetéstől, mikor ő úgy el, hogy én úgy tartok előadást, persze, hogy hol tartok előadást, igen, a hangsúly is, minden tud utánozni, és ez nagyon mókás. Hogy az ember rájön, hogy kemény tükröt tartanak elé. Kérdezhetem, hogy a véleménye minden azokban az iskolákon, és most itt egy iskolára gondolok, elsősorban, ahol fiúk és lányok külön járnak iskolába, és a 14-18 éves meghatározó időszakban nem tanulnak együtt a más nemű. Igen. Hát most egy hatalmas, nagy, eldöntetlen vita közepében nyújtál be ezzel a témával, mert a hajdani iskolarendszerben azért nem volt koedukáció, hogy a nemek így ilyen nagyon tisztán a saját nemeli lényegüknek megfelelően lehessen kezelni őket és tanítani, és hogy nem volt probléma, mert nem jött be semmi olyan feszültség, amit azonnal lehet érzékelni, ha fiú és lány egy atmoszférában van. Mert ugye a férfi attól férfi, hogy jelen van a nő, a fiú attól fiú, hogy ott van a lány. Tehát, hogy tulajdonképpen, különösen, hogyha az ilyen paptanároknak a kitűnő jók voltak egyébként ezek a paptanárok, akik tanítottak, de az ő funkciójukba belegondolok, hogy ők például nagyon jól tudtak fiúkat nevelni. Ha most arra gondolunk, hogy az egyházi iskolákban például voltak a cserkész mozgalom idején, hát ezt mondjuk tudom, saját férjemnek még megtaláltam ilyen cserkész noteszát is, ahol leírta, hogy a cserkész fogadalma, hogy a cserkész mindig bátor, a cserkész mindig kell, megvédi a gyöngyéket, stb. Ugye ilyen cserkész szólamok. Tehát például úgy gondolom, hogy van helye a külön fiú, amikor csak a férfiakról van szó, csak a fiúkról van szó. És nagyon jó, hogyha olyan tanárok, akik például, mint a adók tudnak lenni. És ugyanígy a lánygyereknél is nagyon jó, hogyha mindenfajta olyan van, amit kiutálnak a fiúk. Főzőcske, főzőiskola, meg mindenféle, ami tanulják csak meg. Tehát nagyon jó a külön is. Ez egyrészt bizonyított, hogy nagyon jó. Másrészt megbizonyítottak a edukációról, hogy amennyiben valóban belefér a személyiségformálás és a viselkedés etikett tanítás, nekünk etikettet kellene tanítani. És hogy a viselkedés szabályos, hogy úgy csináljuk, hogy figyelj, így kell csinálni. Na most ugye mondhatjátok, hogy hát ez már késő talán gimnáziumban. Mert való igaz, hát múltkor említettem is, hogy mennyire meghatott, hogy azt láttam, hogy jött egy idősebb hölgy, az unokám ment vele sétálni, és akkor a vő utána szólt, hogy te azért vigyázz az Eminénire, mert te vagy a férfi, 6 éves ez a gyerek. És a gyerek teljesen tudattal mondta, igen, papa, vigyázni fogok. Szóval, hogy a fiúgyerek, az a pöttöm, ez a felnőtt nő, hát most értitek a relációt, de ez a gyerek itt tanulja már meg, hogy neki az a dolga, hogy egy férfi vigyázzon arra a nőre. Na most valóban egyetértek, hogy korán kell elkezdeni az etikett tanítását, és a legjobb, hogyha a szülő úgy tanítja, hogy ő úgy csinálja. Hát ez a legbiztosabb, ha úgy csinálja, hogyha nem csak trenírozz, hanem ő tényleg úgy csinálja. És ezt különösen olyan dolgokban lehet tetten érni, hogy mi a szokás, hogy például megterítünk-e rendesen, mikor eszünk, vagy csak papírzacskóból eszünk, ha nem tudom, micsodát, mindegy mit. És hogy döbbenetes, hogy mikor tanítod a gyereket, hogy ezt így csináljuk, akkor rámul, hogy tényleg, aztán az meg minek. Ugye, hogy azt így megteríteni, meg minden. Tehát nagyon fontos volna, hogy a lány a lány funkciókat, a fiú a fiú funkciókat egymástól függetlenül tanulja, ne legyen ilyen zavaró tényező ott a nő, aki hát sokszor érzik is, hogy most ez nem, ez férfi szakasz, ez nem női. Ugye, hát ezt szokták mondani. És olyan helyzetekben meg, mikor az együttes viselkedés, ugye egymással való viselkedés, ott meg nagyon jó. Akkor edukáció, ha megtörténik, a nemeknek az egymáshoz való viszonyában a nevelés. Ha belefér a nevelés. Tehát, hogy viselkedjünk, hogy álljunk szóba, mit mondjunk, mit nem mondjunk, stb. Ugye ez egy érdekes dolog, mert most, hogy iskolára kérdeztem, de családként pedig ott van bennem egy olyan dilemma, hogy van egy fiam, egy lány, a nagyobb a fiú, a kisebb a szerencsés is mondjuk egy esetnél, és hogy 3 év van köztük, és 13 a fiú, 10 a lány, viszont az a törekvés, hogy családban vagyunk, és együtt menjünk programokra, mert a család az úgy szép, és hogy hol van az a pont, amikor azt mondom, hogy hát a fiú jobbra, a lány menjen balra, mert más program érdekli. Tudod, nem te mondod, szabadjon ezt mondani, majd megmondja, hogy a gyereked hozzá szeretnél. Meddig tart az a törekvés, hogy maradjunk egyben? Mi nagyon szeretnénk általában, mi szülők, én magam is megértem, ez nagyon jó volna. És akkor egyszer csak jelentkezik, ugye, hogy a fiad azt mondja, tehát ő ide vagy oda szeretne menni. És azért ugye mégiscsak az egy fontos dolog, hogy az, hogy mire van szüksége a gyereknek, ha lehet, tőle tudjuk már meg. Nem így találjuk ki. Úgyhogy ez egy nagyon nagy probléma, mert mi jót akarunk, mindig azt mondjuk, de hisz én jót akarok lenni. De hát nem így találjuk ki. Én csak azt láttam, hogy minden viszontagság ellenére is mellett egyetlen egy, ami nevelői hatalom. És ezt csak azt szeretem. Most ez nagyon banálisnak hangzik, de akkor is abszolút így igaz. Tehát ha bármilyen helyzetben azt mondom, hogy bízom benned és szeretlek, és mindig itt van egy helyed van ebben a családban. Akármi történik, itt helyed van ebben a családban. Akkor is, hogyha éppen könyvben elmondta, hogy a leglehetetlenebb vagy, mert ugye általában kamaszkorban nagyon betronizálnak minket. Szóval én is kaptam bőven a fejemre, hogy milyen anya az ilyen, aki elmegy és csak azzal törődik, ami a munkája, ahelyett, hogy itt volna és hogy várna a bablevessel, meg a nem tudom mivel, mert az az igazi anya, stb. De mind, hát ezt ismeritek, mindképpen van kifogásolni való. De hogy valahogyan ilyenkor kell, én nem tudom, hogy nem tudom máshogy megfogalmazni, golyóállónak lenni. Mert nem ellenet mondja, hanem én megértettem azt, hogy egy kamasznak ilyen őrült nagy nehézséget jelent, hogy elszakadjon a szülőtől a gyerekszeretben, és ürügyet kell neki találni arra, hogy haragudjon rá. Ahhoz neked nagyon hülyének, bocsánat, kell lenni az ő szemében, meg elképzeléseiben, hogy azt tudja mondani, hogy hát egy ilyen, hát én nem hallgatok rád, hogy ne, hát ezt nem lehet, milyen hülyeségeket beszélsz nekem, stb. El kell, hogy szakadjon a gyerek a szülőtől, hogy a ifjú újra vissza tudjon kötődni. És a törvényt azt nagyon komolyan vallom, az szóval nekem körülbelül, mint a hitvallás, hogy bízhatsz benne, hogy a gyereket olyan lesz, amilyet mutattál neki, hogy te milyen vagy. Ez annyira bejön. Az olyan kísérteties, hogy valósággal ráámulok, hogy saját gyerekeimnél is ezt mennyire látom, hogy apró szokásokban, hangsúlyokban, mozdulatban, tekintetben, hogy a tulajdon bátyámnál, amikor észrevettem azt, hogy ugyanúgy, hát nem tanította be őt senki, csak látta, hogy az apám úgy itta mindig a vizet, hogy az egyik kezét a csípőjére tette, és csak úgy iszik vizet, hogy nem tudja. Hát ezt nem tudja, ezek öntudatlan dolgok, de ez az igazi azonosulás. Mikor maga se tudja, aztán boldog csinálni. És ebben hiszhatunk, hogy nagyon mélyen bevésődik, imprintálódik a minta. És ha rossz, akkor elég nehéz ügy. És ezért ugye az elvált szülők gyerekeinek magasabb százaléka lesz elváló. Hát sajnos, mit csináljunk? Ez így van, ezzel valahogy szembe kell nézni. És hát mindig mellette lenni, mindig biztosítani arról, hogy van valahol egy otthona, ahol mindig szeretettel fogadják akármi, ha a tékozó fiú, akkor is, vagy ha a rossz kislány, akkor is. Ezt idézőjelben mondom természetesen. Na, szóval mi az, amit esetleg érzékelek? Hogy 25 töltöttek Magyarországban, és ott megfigyelek rá, hogy a férfiak egyáltalán nem engedik előre a nőket, se forgóajtónál, se ajtónál, se kocsiban, nincs megfigyelni. Tehát ez legyen, ami számunkra, magyarok számára, legyen, ami udvariassági szabályokat sem követik. És aztán én időben megelégedtem azt, amikor többször majdnem fordultok, mert ugye az ember arra van szocializáló, hogy ő megy először, és amikor találkozom a ponton, és ő is bemegy először, igen. És aztán ezt szóvá tettem, és akkor mondták, hogy ezt ők nem is értik. Hát itt ez nem divat, mert itt a nők emancipáltak, és a nők kikérik maguknak, hogy rájuk segítsék a kabátot, és beengedjék őket a luftajtón először, vagy a fordulótól, és ők egyáltalán nem is értik, hogy én hol élek, hogy én milyen elmaradó túlzsú társadalommal élek, és hogy mi a problémám. És hogy ezt a nők harcolták ki maguknak, hogy ez hát, kellett ez, a kutyának, hát ez igen, ezt nem nők akarták, és ez egy nagyon megdöbbenetes, és ezen azóta is gondolkodom, hogy és ott nagyon-nagyon erősen láttam, hogy ott nem tanítottam, de nagyon erősen láttam ezt a nemi identitás problémát már kicsi gyerekeknél, egész kicsi 8-10-13 éves gyerekeknél. Hogy igazából két gyerek ment előttem, és nem tudtam megkülönböztetni, hogy melyik a fiú és melyik a lány is, és rengeteg ilyet láttam. Igen, és a pubertáskorban is megy és ezek valahol összefüggenek. Szorosan összefüggenek. Nagyon szorosan összefüggenek, hogy ugyanazokat a jogokat vívjuk ki a viselkedés területén, és akkor mi különböztet meg minket? És akkor mi lesz ebből ezzel a biológiailag adott mássággal? Mi lesz ezzel? Gondoljátok el? Úgyhogy egy tragédia, valójában tragédia, mert ami az adottságunk elsorvad. És amit rátanulunk, az meg nem, nincs gyökere a testünkben, lelkünkben. Szóval ezek borzasztó nehéz dolgok, igen. A Benházas pár, ugye, arról híres, ők vagy sokan vannak persze, akik a nemi identitástudat kialakulását vizsgálják, és hát elég világosan azt üzeni a kutatásuk, hogy például milyen jelentősége van óvodáskorban a nagyon hangsúlyozottan megkülönböztetett fiús és lányos öltözéknek. hogy amikor a saját gyerekét megkérdezi kislányát, egy olyan 5-6 éves formában nagy csoportos óvodás volt, hogy miről lehet azt megtudni, hogy valaki fiú vagy lány, és akkor hát ránézett a lánya, és azt mondta, te apa, hát a lányoknak hajpányjuk van. Ugye identitás kellék, amiről lehet a... Hát azt mondom, hogy itt van a nagy probléma, hogy nem csak a nemi szervait hamar észrevesznek, hogy van ilyen különbség, hanem minden más, ami állandóan látható, kívül hordott, és amiről meg lehet ismerni. És hát az az üzenete a kutatásoknak, hogy úgy öltöztesd a gyerekedet, hogy a lánynál is hangsúlyozd, hogy ugye tudjuk, hogy ezt csinálja, hát minden anya, akinek van kislánya, tudja, hogy magára akadt minden vicikacakot, szereti a gyűrűket, az ilyen csecsevecseket, meg minden. Én magam ezt ilyen bincsi-bincsinak nevezem. Szóval, hogy magára akadja, ugye, és akkor a főbevaló, a karperec, az akármit. Hát akkor legyen neki masli, meg fodor, meg minden, amit akar. És főleg, amit a korosztály akar, és nőiesítsük az ovis viselkedésben azt, hogy tehát mi terjesztjük, hát mi öltöztetjük föl, és akkor ne akarja, mert ugye azt mondja, hogy mert a Pistinek van ilyen, nem tudom micsoda cipője, és van ilyen nadrág, és akkor a gyerek magától, hát honnan tudná? Hát mi öltöztetjük, és az identitáskelékeket mi adjuk rájuk. És segítjük azt, hogy rád nézek, szoknya van rajta, fodroska, meg nem tudom micsoda, tehát akkor te lány vagy, egyértelmű, hogy lány vagy. Na most ugye ezeket nagyon kellene hangsúlyozni, mert a nemi identitásnak az a fajta deviáns rögzülése, mikor általában ugye azt tapasztaljuk az explorációkban, hogy a deviancia érzésvilágának a fölismerése óvodáskorban történik. Tehát ott dől el, úgyis mondjuk a döntés folyamata ott zajlik, hogy akkor én mondjuk azt mondanám, hogy én fiú vagyok, és akkor onnan kezdve aztán ugye ez épül bennem, izmosodik, holott hát külsőleg abszolút nem, mert aztán meg jönnek a mindenféle kinövések, akkor már mit csináljak, a fiú akarok lenni. És hát ugye drámai, hogy nem is tudom, a napokban volt valami olyan a filmre, ahol híradót akartam megnézni, azt szerettem megnézni, és akkor rákattintottam egy olyan műsorral, a transzexualitásról volt szó, és egy boldog férfi, akinek éppen fölvarták, tehát mellett csináltak neki, és hogy valami révületi boldogságban ébredt, hogy végre a helyén van a világban, hogy végre melle van. És ön végtelen számlanul fogott el, hogy hol történt a törés. 10 éven át működött a kutatásban is abszolút, hogy genetikailag megalapozott a deviancia, tehát hogy valaki a nem 10 éven át tartotta magát, és az elmúlt 2 évben sorra jönnek a longitudinális kutatások bizonyítékai, nem. Tehát a kezdetektől fogva figyelik, vizsgálják, megfigyelések, vizsgálatok és nagy tömegnél, és bizony az látszik, mert ugye amikor mindenkit vizsgálsz, aztán majd kialakul, hogy ki deviál, akkor az nagyon hiteles, mert látod, hogy hol csúszik el, hogy akkor valóban, hogy is van, amikor kezdetben nem lehet. Az első 2 életében még nem lehet ezt felfedezni, 2,5 éves kor után már kifejezésre jut. És mik azok a tényezők, amik valahogy rásegítenek? A vizsgálatok szerint mindenütt vannak ilyen kulcsingerek, hogy a másik nem felé vonzó, vagy valahogy arra orientáló kulcsingerek. Tehát valami, ami pozitívumok a gyereknek, a másik nem helyzetében. És ezek azért mondjuk, hogy kulcsinger, nem tudom, ismeritek ezt. Konrad Lorenz írta le az etológiában, ÖKN, öröklött, kiváltott mechanizmus. Hogy mi örökölünk valamit, az csak lehetőség. De hogy kiváltódjon, és hogy világra jöjjön, a felébresztés egy ahhoz passzoló kulcsinger. Megkapja azt a kulcsingert, ami kinyitja az árat, és kinyitja az ötöt, akkor kész imprinting, életre szóló mélybevésődés. Tehát korai, életre szóló tanulási programok íródnak. Ilyenek vannak. Ehhez kérdezem, hogy én most elég sokszor figyelem már azt a kamaszoknál, hogy az udvarlás is megfordítódott. Tehát nem csak ugyanán kívül, hanem a fiúk fölvették a teljes női szerepet. Tehát sajnáltatják magukat, szerencsétlenek, és akkor arra bűnnek a csajok. Mert tényleg többek szerencsétlenségülnek és körberajzák őket. Ez igen, de hogy lehet az? Van egy olyan magyarázat, magyarázata, ez most csak a ilyen tudományos magyarázat jut az eszembe, mert hát tudok személyes példát, de az nem akkora hangsúly, hogy ugye apátlan társadalomról beszél, például a pszichológia, hogy nincs apamodell, és a fiúgyerek, akit mondjuk a ilyen egytagú családhoz csak nem vagy általában 84%-a az elváltaknak a gyerek szempontjából anyával marad, és az anya neveli. Egy fiúgyerek, akit az anya tanít fiúnak lenni, hát ez mondjuk eléggé anyámoszony katonája attitűdöt eredményezhet, meg ráadásul egy nagyon érdekes iskolában is tanítják. Ezzel van a következő kérdés, hogy lehet ebből, hogy mégis hogy segíthetezem, mint végül az anya. Hogy ez a csapda helyzet. Nagyon-nagyon nagy szükség lenne férfi tanárokra, sokra, jó mintákra, nagyon nagy szükség. Tehát elnőriesedett a világon is ez a szakma. Valahogy az a rezignált véleményem, hogy nem nagyon tudunk más tanulni, mindig ahhoz igazodjunk már, amit a kultúra kitermel. Ez a dekadens kultúra, amiben mi élünk. És sajnos a dekadens kultúráknak történelmileg is látjuk, hogy az a sorsa, hogy valahogy széthullanak és jön a megújulás. De szerencsére jön a megújulás. Ugyan a fejlődés az ilyen körkörös, és hogy mindig, vagy ahogy Hegel mondta, hogy megszüntetve megőrzés, hogy valamit a légiből valahogy megszüntetjük, de mégis valamit meg átveszünk, megőrzünk, magasabb szinten újra építkezünk, úgyhogy ebben reménykedhetünk. Tehát egy anya, aki nem anyának is kell lenni, meg apának is, nem tud egy igazán apa mintát átadni, és így, hogy innen, onnan szedi össze a férfi mintát az a gyerek, nem véletlen az a pikapár, tehát nem véletlen ők maguk itt kikillódják, hogy tanítson már valaki, hogy kell azzal a nővel mégis. Mert ugye mit lehet megtanulni a pornófilmekből? Az aktust, azt is milyen módon, mintha az egy ilyen, én nem tudom, komolyan mondom, bocsássatok meg, hogy ezt a kifejezés jutott, mint a svéd torna. Hát ez nem svéd torna, értitek, hogy nem, hát ez egy minőségileg egy magas szintű dolog, és hogy annak a hamva, nem tudom, gyöngétsége, bensőségessége sehol sincs, az csak aktus. De hát csak azt tanulhatja el, hogy kell viselkedni, ugye, mert honnan tudná máshonnan. És hogy meg kell tanulni azt a viselkedést, hogy veszem föl a kapcsolatot. És az nagyon sajnálatos, hogy a lányok meg, mivel annyira nagy hiány van a férfias férfiban, ezért teljesen fölülnek az ilyen macsósról, hú, végre egy erő, végre egy férfi. Ugye hát látjuk, hogy így van. Mert egyébként meg nem annyira férfias férfiak. De talán nem is tud kialakulni, mert nem tudnak, nincs köztük valami kommunikáció, mert állandóan csak csetelnek, állandóan csak SMS-eznek, állandóan csak különböző eszközökön keresztül. Posztolnak, fölnek, csetelnek meg, lájkolnak meg. Az iskolában, a folyosón, Facebookon kommunikálnak egymással. Ugyanakkor is megkérdezők. Na de hát bizarr példák is vannak, hogy a 30-as éveiben járó, ugye már Y-munkáshoz tartozó apa kiküldi az e-mail-hírét az asszonynak, vagy egy SMS, hogy megfőtt, akkor jöhetnek. Igen, hát egész viszont. Ugye mindenki ott van a kezeljével, és állandóan megkapcsolva tartja, hogy ugye olvashassa az üzenet. Jó nagy mankás. Még egy kérdésem lenne, hogy akkor tanárunk mennyire hangsúlyozhatjuk a nőiességünket, mert arról is volt szó, hogy a férfiak azok az elég könnyen beindulnak. Tehát, hogy az, hogy miniszoknya, tehát, hogy mennyire vonja el ez a figyelmünket, hogyha a nő nagyon nő. Igen, te is tudod, hogy nagyon. Ugye az a borzasztó, hogy egy dologgal nem számolunk, hogy a férfi ösztönerős lény. És ezért szegény nagyon megszenvedi fizikailag is, hogy állandóan meg van ingerelt. Most ünnepeltek az én tudom, hogy milyen kinkesebb, akkor ki vannak téve ilyen ingerőszögek. Ugye az a kis szoknyácska fölcsúszik, aztán vége. Amikor azt mondja Hoffman Rózsa, hogy egyen köpeny, aminek megvan a hosszúsága, meg nem tudom mi, akkor holott én is annó, mikor gimnazista voltam, még el is dugtam a sapkát, meg mi, ami rajta volt, hogy hanyadik osztályosok vagyunk, meg mire egyenköpenyen rúgdostuk, és akkor valahol a sötét kapu, Miskolcon jártunk, és a sötét kaput fölvettük gyorsan, hogy még 2 lépés, aztán bemehetünk a gimnáziumba, utáltuk, de hordtuk, és ezeknek nem voltunk kitéve. Tehát, hogy akkor ez korlátok közé szorul. Tehát az iskola a másra figyelésnek a helye. Tehát nagyon megvan sajnos. Ugye ezért mondtam, hogy etikett, viselkedés, tanítás. Hogy akkor viszont a egymás iránti tiszteletet kifejező viselkedés, amiben nem húzol föl idáig a szoknyámat, stb. Stb. Hát ezeket meg a megalkották úgy jó, akkor edukáció, hogy 14 éves kor után nagyon pontosan van magatartás szabályozási keretekbe szülítve, sajnos. Tehát úgy is csak valahol lehet, hogy jobban külön tanítás és csak különként összereztem. Én nem szeretnék ebbe állást foglalni azért sem, mert nálam sokkal okosabbak se tudtak ebbe állást foglalni, mert annyi azért mellettem, mint amennyi ellenem. Egy biztos, hogy megcsinálnak, ugye, ha meggondoljátok, az értékvilág megizmosodása és rögzülése szempontjából szenzitív periódus 14-től 18 éves kor. Én megcsinálnám. Ifjúsági közösségek, hogy most akkor az cserkésznek hívott, vagy minek hívott, nem, de hogy legyen vezető, legyenek eszmék, legyenek ideálok, legyenek gondolatok, filozófia, hát pont arra érzékeny ez akkor. Az élet filozófiát is akkor alakítja ki. És akkor jó, hogy volt a nem tudom, jezsuita, akármicsoda atya. Nézzétek meg, hogy a Pál Ferinek, a Pál Feri atyának micsoda úrtársága iránta való érdeklődés. Miért? Mert ő hitelt közvetít valamit, amire a filozófia éhes agynak, léleknek szüksége van. És rengeteg fiatal csatlakozott hozzá, óriási a tábora, mert mit tanul? Világszemléletet, filozófiát, életcélt, életideált. És ezért én megcsinálnám azokat a fiúiskolákat, sátorozás, megpróbáltatások. Nem ezek a művi túlélő táborok, hanem azok a természetes életközösségek, ahol ők maguk főznek maguknak pokrácsba, nagy felfedező utakat tesznek, nagy esti beszélgetéseket folytatnak. Kiöntik a lelküket, nagyokat alusznak, és ahol az alkohol nincs benne. Nincs benne. Én az alkoholt, a fiatal kultúra, tehát mikor kialakítják a maguk szokásrendszerét, szórakozási és együttléti szokásrendszerét, én az alkoholt nem engedném be. Hosszan el tudtam mondani az indokokat, de most ezt nem. És most összenéztünk, és nekem a férjem mondja, hogy az ő sajnálja a mostani fiatalokat, hogy nem voltak katonák. És nem is érdekes, hogy akkor azért számítanak, hogy úgy tovább azt mondja, hogy érdekes mindegyik, aki végig sírta a katonosságot, és azért azt mondja, hogy egy betörés. Hát csak tudjátok, mi a sajnálatos? Hogy ehhez kell egy katonassági szadisztikus betörés. Az olyan, mint a, ugye a régi kultúrákban voltak a beavatási szertartások, nagyon megkínozták a gyereket, hogy felnőtt férfi legyen. Itt ment a kamaszgyerek, ott kijött a felnőtt, és itt közölték is méltósággal, miután már összesen veszték meg. Nem tudom, milyen megpróbáltatásokon kellett, meg harcokon, meg feladatokon keresztül mennie. Ugye nincsenek ezek a tranzicionális átkelési mítusok, átkelés a gyerekkorból, a felnőttkorban nincsenek. De a lányoknál is elmaradtak ezek, hogy a lányok mestrációk, ugye az asszonyháztól lettek különítve, akkor ott ugye fölavatták őt asszonynak. Most ugye ezek nem véletlenek, hogy megtörténtek ezek a beavatási szertartások, mert ugye ráébredt arra, hogy nincs tovább, most már valami más következik. Na most ezek lettek ennek ilyen polgári kitalációval új módjai, például megünnepli a család, és ez nyilvánvaló lesz a család előtt, hogy nagy lány lett a mi lányunk, az apa megveszi neki szépen az életre szóló emléket képviselő ékszert, hogy most már ugye ilyen nagy lánya van, emlékezzen mindig rá, soha többet nem szaladgál alsó nadrágban lánya előtt. Például. Ez talán. Na most ezek olyanok, amiket muszáj volna tudatni, tudatosítani, betartani, és az apa viselkedjen úgy a lányával, mint egy felnőtt nővel. Attól kezdve. Mert tisztelje, ha ő úgy kezd viselkedni, akkor a gyerek, a fiatal lány úgy tartja magát. És ez abban az esetben is igaz, hogy most már az elég korán menstruálnak a lányok, tehát ez egy 9-10 éves kor. Tudom. És hogy ilyenkor van egy tudathasadásos állapot, hogy na ilyenkor mi van? Hát gyerek a testé, vagy gyerek a lélása, és pontosan így van. De akkor is az a fajta a tudatnak az a méltósága, hogy ő most már más. Ezek fontos mozzanatok. Szeretném megkérdezni, hogy mit gondolsz arról, hogy van-e az identitás kialakulására, fejlődésére hatása azoknak a mesefiguráknak, amit a mai gyerekek néznek, amelyeknek gyakran nincsenek, vagy hát a sajnos nagyon. Rengeteg ártalom van ebből, igen. Tehát ezek a figurák alakok, amik ha akarjuk, lány, akarjuk, bizonyos szituációban átképviselkednek. Biztosan van, biztosan. Eleve nagyon-nagyon sajnálom, de hát nem lehet, hogy a korszellemnek ez az agressziója, hogy leterít minket, hogy például nagyon nagy előfeszítést tettem, hogy a legkisebb unokámnak meséljek. Mindent kipróbáltam, hogy így meséljek, úgy meséljek. És azt mondja, hogy nem akarom, hogy mondjad. Állj meg, nem akarom, hogy mondjad. És szomorkodom, és mondom lányomnak, hogy nem akarja a mesét. Mire azt mondja, tudod, azt, hogy nem akarja a mesét, mert úgy mesélünk, hogy ő látja közte azt a filmet, és hát mondtam, akkor ez így ne. Szóval, hogy az igazság az, hogy annyira vizuális inger, és annyira ráálltak ezekre az őrült mesékre, hogy mondjam azt, hogy ő pszichológiai szempontból őrült. Vagy az, hogy vannak azok a játékok, ahol ugye az a cél, vagy hogy lelője, kilője, meg semmisítse, és így tovább. Szóval ugye, eleve belegondolok abba, hogy van ura, aki által magatartáskutatásnak egy abszolút és az utánzással való magatartás minták elsajátításnak egy apostola, egy abszolút világhírű ember, és ő rengeteg olyan üzenettel állt a világ elé, amit nem hajlandó a világ tudomásul venni. Például, hogy a tanuljon könnyen, gyorsan agressziót, ahhoz elég az, hogy látja elöntő mennyiségben, olyan módon rengeteg ilyen eseményt lát a gyerek, amiben már, ugye, tehát tartalomtól független agresszió, akkor ebből, és a felnőttekre is ez érvényes, ebből kialakul egy elközömbösödés. És akkor már nem tudja úgy fogni, hogy ez valami rossz lehet, vagy itt most megsemmisítés zajlik, de bennünk felnőttekbe is kialakul a közöny. És ha kialakul a közöny, akkor pusztul az altruizmus. Na most ezt az összefüggést igazolták. Hogyha már közönyös vagyok a másiknak, mert annyit látom, akkor már az a segítőkészség, ami úgy a reflexesen kinyílik, az már elnézünk például. De ezt is Bandura igazolt a kutatócsoportja. Az agresszív cselekmények látványa az immunrendszert gyöngíti. Tehát éppen a természetes ülősejtek száma csökken az agresszió látványára. Vagyis kilátod a gyilkolászást, és a szervezetedben azok, amik tudnának téged védeni, azoknak a száma csökken. Azoknak a immunkatonáknak a száma. És mikor én ezt annak idején olvastam, akkor azt kértem, hogy az egészségügyi akkori államtitkár, akkor Pusztai Erzsébet volt, ezt vissza is lehet keresni, hogy az mikor volt. Pusztai Erzsébet volt az államtitkár, elmentem hozzá, szeretnék pár percet kérni, mert akkor a jelentőségét látom annak, hogy a szülőknek elmondani valahogy, valami műsorba rakjanak már be, hogy el tudjam mondani, hogy vigyázz, mert felelős vagy azért a gyereket, látja ezt a rengeteg akciófilmet, akkor ha csak ezt az egyet veszem, hogy az immunrendszere gyöngül, és ugye 10 perc látvány után már beindul ez a bizonyos immungyöngülés, és akkor nézik ezek 3-4 órákat. Na most ez csak az egyik, akkor agresszió, itt folytatom, képzeljétek, hogy ha az agresszió jelenete tartalmilag olyan, hogy hősnek van az agresszor ábrázolva, aki egy szexhős, mindenkit leigáz, megszerez, és egy kvázi hős az agresszor, aki ott pusztít, akkor a hőssel való azonosulásból következően ideálképzés indul, vagyis agresszor ideál minta lesz. Nekem is egy ilyennek kell bennem. Hát ez végzetes. Ez végzetes. Ugye akkor következő, amit megállapított, ha nincs az, ami a mesékben van, hogy az agressziós cselekmények, mert ott is Szadi mesék, hát Üroska és a Farkastól kezdve, hogy mind mesék, hát van Szadi történetek. Igen, de van egy aranyszabály, hogy a jó elnyeri méltó jutalmát és a rossz elnyeri méltó büntetését, vagyis erkölcsi tanulsággal szolgál. És ezért lelkiismereti ingert képez, lelkiismeret alakító funkció. De ha nincs ilyen, akkor nincs Tehát, hogyha nincs ilyen erkölcsi tanulságban, és nem látja a gyerek a büntetés, amit kell, akkor ugye minden szabad. És így folytathatnám témádat. Igen. Én most örülök, hogy megerősítést kaptam, hogy nekem hajott koronára két óvodás gyerekem van, és talán nagyon cenzurázó van a tévé, illetve hát tévé nézés van. Tehát anya megcenzuráz mindent, az én újságokból nagyban van, csak mondom, hát ezt felejtsük el, mert az mindig megnézem mi az. És annak viszont örülök, hogy annak egy este, tehát vacsora után nézik el, a fiam 6 lesz, a lányom 4,5, nézik a mesét, ugye DVD, egy órácskát, de abszolút nekem mesélnem kell utána az elmúlt. Jól van. Tehát ők abszolút igények, hogy a mesélés mesélés, mesélés, igen, és akkor azok van még az Isten, Jóisten és a végén, tehát azt is igénylik. Úgyhogy azért van, azt is igénylik. És a találja az én Istenem, Jóistenem. De ő kéri, bocsánat, ő kéri. Most kezdte, ő kéri. Hát ez már benne van a ritmus, vagy tudjátok, hogy... Igen, és ez tényleg fontos, hogy a... Hogy igen, a ritmus, és ez kell nekünk. Nagyon kell a ritmus. A gyereknek azért kell tulajdonképpen a biztonságot a ritmus adja. A dolgok történjenek ugyanúgy. És a meselmondásban is az van, figyeljétek meg, hogy nem jól mondod, az nem úgy volt. És 25-ször meséli az ember, és akkor vigyázni kell, hogy nehogy eltévesszen, mert akkor nincs mese, korrigálni kell. A mesét egyféleképp kell elmondani, hogy az ő fejében van. Ez a biztonság a dolgoknak, az a megbízható egyformaság, hogy mindenki számítható. És mindig ugyanaz úgy történik. Hát igen. Na, van-e még valami a tarsolyban? Jól együtt vagyunk, ugye? Neki. Igen, ezt tapasztaltam múlt héten is, hogy így szabadon merünk beszélgetni, kérdezni. Ez igazán nagyon jó. Köszönjük szépen! Viszont nem ez. Ez egy nagyon érdekes. Az evés, az élettáplálással, az egy nagyon-nagyon fontos aktus. Miért van fehér asztal a tárgyalásoknál? Mert az etetéssel megrágjuk a dolgokat, és a rágás orászalisztikus művelet. Mert szétrágol, széttéped, ugye szeket a fogattal, tehát az egy személítő művelet. Akit te etetsz, az mindig olyan üzenet, hogy etetlek, szeretlek. Ez a kettő szorosan összetartozik, ezért szeretettel szívesen etetjük a gyerekeinket. Akit szeretünk, megkínáljuk. Ha jön hozzánk venni, akkor valamit elrakunk. Miért van ez? Mert etetlek. Etetlek, szeretlek. Egy szelídítési aktus. Ne haragudj rám, rágd meg az étel. Ne engem. Na most ugye itt a szeretlek, hát etetlek. Na most innen jön egy érdekes. Senki se szeret. Úgy érzem, senki se szeret. Hát senki se etet. Hát akkor valakinek már muszáj, hogy etetni, hogy és akkor innen jön, hogy magamat táplálom, de így várom a magában. Ez a kis verseke szerintem nagyon jól szól arról, és a kép meg a konzumvilág hatalmáról, hogy ugye mi fogyasztók vagyunk, aztán megveszünk mindent, és állítólag a koros fogyasztó magatartás ott érhető tetten, és így kell diagnosztizálni. Hoyer Máriától tanultam egy előadásából, vizsgálatokat végeztem, hogy aki bemegy egy üzletbe, és határozott céllal, hogy megvesz egy-két dolgot, és ha már egyet pluszba megveszel, amit nem terveztél, már elindultál a lejtőn, de ha megveszel 2-3-at, akkor már rád jellemző az a konzumáló viselkedést, elvagott a gépszín. Tehát akkor már a fogyasztó magatartás tipikus hibájába estünk. Akkor most nézzük a műszíne a kép. Ugye tudjátok, hogy a színvilág szorosan összefügg lelki állapotokkal. A spektrumot vegyük vörös, narancssárga, zöld, kék és ibolya. Na most vedd a vörös és a sárga oldalt, az aktiváló színek. Vegetatíve is aktiválók. Tehát ilyen színekkel körülveszed magad, akkor stimulálod magad. Még viszont a nyugtató színek, a zöld, kék és az ibolya, a spektrum végítő színe. És a kék az anyosság, a zöld a nőiség színe. Ez is érdekes, a a szegély tőszínek, a béki tőszínek vannak a nőiség oldalán, és a mária ábrázolásokban például. 2 kivétel van a világon, ami a toledói fehérpadon, azt majd megmutatom nektek, és egy másik, amin most a hely nem jut eszembe, de Dél-Németország, a francia határ közelében, nem jut eszembe most az a hely, majd a nevét megmondom, hogy melyik kápolnában látható, hol vörös, hatalmas vörös köpenyben van Madonna, az összes többi Madonna, Isten Anyja ábrázolás kék. Ez nagyon érdekes egyébként, tehát a kék azonosság szimbóluma, megnyugvást idéző vizuális üzenet, a Matisse-nak a kék világsága, és tényleg nagyon szép a kék. Na most itt a toledói fehér Madonna, ugye ő viszont az anyag típusát mintázza, nézzétek, 1327-ben készült. Hát valami gyönyörű, és hogy annyira még modernnek is mondanám, mert ha csak így megmutatnánk valakinek is, nem tudod, hogy ez a toledói fehér Madonna, akkor azt mondanám, bármelyik templomba odaillene, mint egy akár újkori. Nagyon-nagyon szép és örök, azt mondhatjuk, örök. Na most hát az anya jelenkori szimbólum a Picasso Madonnája. Hát őszintén szólva, ugye ez a kép az anya gyermekével, hát meglehetősen hát fájdalmat üzenő, de ott van a gyermeknek ez az átölelése, ugye az, hogy úgy öleli a gyereket, ahogy a mosában hordja, a színe alatt hordja, tehát tényleg megvan ez a fajta ősi anyai pozíció. Akkor nézzük, hát ez nagyon aranyos, ez a kép Chagallnak, mert itt van a maga, itt van a gyerekben, látjuk ezt itt bent, tehát itt egy kis vitéz van a nő hasában, és ugye a tehén az női szimbólum. Én ezt tulajdonképpen nem is igen értettem, hogy a tehén, hát mert fejik, mert tejet ad, hát talán ezért, de miért ilyen szimbólum? De amikor nagyon kicsi volt a lányom, akkor volt ilyen mindenféle neveket adott nekem, és volt egy időszak, amikor kezdtem mondani, tehénke, és hogy én csodálkoztam rajta, hogy miért ad ilyen beceneveket, hogy mindenféle kitalált rám, és mondta tehénke. És akkor még úgy kicsit rosszalultam is, hogy már tényleg mi volna, ami miatt, de aztán megértettem, hogy az akkor még szavakban is kifejezve ezt, hogy én ilyen tápláló lény vagyok, hogy én vagyok az anyukája. Hát persze. Hát akkor miért ne lehetnék tehénke? Tehát archetipikus, mert a gyerekem nem tudta, amikor mondta, hogy tehénke, hogy meg ilyen kultúrtörténeti összefüggése van, hogy van a szimbólum világban a tehén a nőhöz kötve, de mégis mondta, tehát valahol bennünk van ez, hogy ki ad tejet, ki táplál, ki szeret. Hát, érdekes ez. És hát ez egy gyönyörű a Pietá. Mind ismeritek Michelangelo-nak a Pietáját, és nekem azt a verset idézte, így és túl a versét, amiben szerintem ezért a versről én is már nagy költő. Segíts át asszony türelemmel elmúlásomnak szégyenén, hogy a kezdetek és a vég olyan, amiben nem tudunk magunkra maradni, és a férfi számára a nő az, aki az igazi kísérő. Ő az, aki világra hozta, és ő az, aki igazán el tudja kísérni a másikat. Ugye csodálatosnak tartom. Na most, hogy az élet a párkapcsolaton nyugszik, és azon át is zajlik, hát egy generációk, látjátok a generációk ábrázolását, a fiatal nő, a szerelem, az összetartozás, hátul ott van az összeborulás, itt meg már a nő a gyerekkel, tehát hogy az egész folyamatot szinte sűrítményként ábrázolja. És akkor a Picasso szerelmesek című képével próbáltam azt kifejezni, hogy a kutatások, grég kutatásai azt igazolták, hogy van egy közös, ami a férfinő vágyképletében közös az, hogy szeres. De már hogy? Hát ott már nagy különbség van. Mert azt mondja a nő, gondoskodj rólam, hallgass meg engem, és mondd, hogy szeretsz. Ugye hát így vagyunk mi, és szeretnénk hallani, hogy mondja már az illető, hogy szeret. Aki hát nem szereti mondani, hogy szeretne, azt mondja már, bocsánat, mindent megteszek én, mert hazadom a pénzt, nem újtolok el semmit. És mindent kifejeztek, hogy látod, hogy szeretek, ez neked nem elég. De miért? Mert valahogy férjek és racionális lény, és azt hiszi, hogy ha ilyen a magatartás, akkor az már üzeni a szeretetet. Nem, azt el kell mondani, ki kell fejezni. És a férfi viszont azt kívánja, hogy ez nagyon cseles, ezt figyeljük meg. Egyrészt bízz meg bennem. Fogadj el, amilyen vagyok, tehát adj nekem bizalmat, és hogy értékelj. Egy másik vizsgálat, amit mindjárt idézek, még azt is kiderítette, hogy adj nekem bizalmat, és hagyd meg a szabadságomat. Ez már erős. Mert ha meggondoljátok, az, hogy szabadságot adni, az azt jelenti, hogy annyira megbízom benned, hogy tudom, hogy engem szeretsz. Most nagyon paradox, de gondoljátok el, hogy tényleg úgy van, hogy aki azt tudja mondani a párjának, hogy annyira megbízom benned, hogy szabad vagy, mert tudom, hogy nem csalsz. Azt nem csalják meg, legalábbis sokkal nehezebben jutnak el oda-arra a kísértő pillanatra, hogy valami baj történjen. És azért, mert a lelkiismeretre, a férfi erőre appellál, megbízom benned, te annyira tökéletes vagy, te úgyse. Mert ugye, és akkor azt mondja a férfi magában, hogy hát akkora bizalmat kaptam, mert ezzel már nem értetek vissza. Még viszont azon nél, aki folyton ellenőrizkel. Hát az maga kergeti a tényét, vagy párlát vele, hogy mert addig mondom, hogy te valahol valami idegen szabot érzed. És akkor szűke vagy szállatot. Megingeri a vágyfantáziát. Egy ideig tűri aztán azt, hogy már legyen már alapja ennek a választásnak, legalább ne szenvedjek. Szóval nagyon kell. Na és akkor a nő ugye a férfitől várja a biztonságot, erőt, védelmet, támaszt, gondoskodás, szeretetet, tudjuk már ezt erről szól, és most itt van, látjátok a busznak ez a bizonyos megállapítás, hogy a férfi egyetlen még vágya a teljes szabadság. Amikor arról van szó, hogy miért nem házasodnak a férfiak. Nagyon sokszor, persze ilyen klinikai intim helyzetekben, amikor exploráljuk, mikor nagyon milyen elárulják, hogy miről van szó. És nem emberi minőséget jelöl ez, hanem férfi mi voltok és férfi vágyvilágot. És én nekem az erre való rádöbbenés, hogy félnek attól, hogy már bemennek a börtönbe, a kapcsolat börtönébe, és szavarok akarnak lenni. Hát ez nagyon nehéz, sajnos ez egy nagyon nehéz volt. Még eddig nem találták ki igazán a megoldást, mert a kultúra rálapátol erre, hogy persze menjél csak, meg hogyha itt nem jó neked, hát akkor vagy odébb válsz, és akkor kihasználó, felhasználó, elhasználó, konzum, hát képlet áll elő az emberi kapcsolatokban is. Akkor nézzük, hogy a férfi, aki szeret domináns lenni, ugye ő kütyül, a nő meg táncol. Hát ez úgy kifejezi, ki az, aki kütyül, és a nő meg erre táncol. Jó, ez a megyesi, babni és nimbauni. Nem fánát, mi lenne elírás, bocsánat, fauni, de ezt kitaláljuk. Fauni és nimba, úgyhogy majd elviszitek, akkor javítsátok már ki, hogy fauni és nimba. Na most ugye a dominancia igényet szereti meghatározni, hogy az történjék, amit ő mond, hát ez ugye nagy mértékben azzal már láttuk, hogy a dominancia igény tesztoszteron szinttel függ össze. És akkor nézzük a komplementer, egymást kiegészítő, ugye a magfunkciókat, a férfi felfogadás, expeditivitás, tehát minden újat megtalálni a világban, meghódítás, új ingerek keresése, a férfi attitűd, ez a ősi, archetipikus, ami a sejtek mélyén benn van a magatartás szabályozó rendszerben, a vetélkedés, hogy ő győztes legyen. Na és a behatolás, hogy a nagy barlangászoktól kezdve, akik bebújnak. A legkülönbözőbb ilyen behatoló műveletek azok, egy kíváncsiság, behatolás, kipróbálni és bebújni, ugye? Ezek mind nagyon fontos a termékenyítő törekvések, ugye? És hát egyben az otthon biztonságának a védelmen, és női magfunkció, kitárulkozás, bevonzás, ugye a csalogatás, befogadás, megtermékenyülés, türelmes kioltás, és aztán utána a falakon belüli érzelmi azonosságteremtés. És ez az, ami le tudjuk vezetni az agyszerkezetből, agyfunkcióból is, hogy ezek azok a kiváló képességeink, amikben mi sokat kaptunk és hozunk magunkkal. Na most hát ugye, mint hogy nagyon szeretem a verseket, csak annyi, és talán majd használjuk is föl, mert hát ez nagyon jól kifejezi, ugye, hogy a nő milyen módon szinte érzelmi mágnes hatást tud gyakorolni. És ez a Puskin Tatjána levele Anyeginhez, hát ez annyira azt a fajta női érzelmi állapotot, ami a férfi iránti szerelmet, hozzást kifejezi. Ugye nem te vagy itt árnyék alakban, s nézel reálme pillanatban, nem te hajolsz párnámra éjjel sukrok szerelemmel, reménykel. Ki vagy, őrangyal vagy te, féltűn vagy ártó és gonosz kísértő, dönts el hamar, hogy lássak itt, lelkem talán csak vágyat csalja, s az égi kéz másként akarja, hát jó. S sorsom gyanútlanul Jónásommal kezedbe tettem, előtted könnyen hullva hull könyörgök, végy őrködj felettem. Hát ettől szemben kifejezni, hogy egy női léleknek a férfi iránti vonzalma az a fajta szükséglet, hogy védj meg és szeress engem, és legyek érzelmi biztonságban, mert szerintem ez egészen rendkívül. Na most, hogy majd ti választotok más verset csak, ugye rengeteg, hát a kínálat óriási, ha meggondolják. Lehet gyűjtetni például olyan verseket, amik ezt kifejezik. Lehet olyan, ha ilyen beszélgetésre sor kerül például korosztálytól függően, akkor különböző kéréseket, feladatokat adhatunk, hogy keressék meg, amiben például a macsóizmus, vagy ez vagy az kifejezésre jut. És hát nagyon, nagyon gazdag az irodalom, és itt érdemes kerestetni. Hát ez csak úgy fölvetem, mint ötletet. Na most egy tórtálták meg a tárcámban egy kép, hát ez a férfi magfunkció szempontjából valahogyan ez az, amiben ugye ez a bizonyos felkutatás, birtokba vétel, behatolás, nemzés, teremtés, mint magfunkció, amire biológiailag is, lelkileg is a legalkalmasabb. Ugye ez a vers mennyire jó kifejezés, mert miért jó meleg szemedbe nézni hosszan? Miért jó meleg kis kebletre múlni? Miért jó meleg telt szombottól reszkedni? Mi jó elfáradtan öletbe ereszkedni? Mi jó lany leheléssel gyenge bőrödre fúrni, érezni kicsit térben, amint borzongva moccan, e két sóvár égőzen végig ragyogja vállat, ó, mint két nyomorú és félig tolvaj lámpás, mely csak téged kutat, éber magányban súlyban. Hát úgy gondolom, hogy ez abszolút kifejező, hogy a férfi milyen módon hát tud közeledni a saját nőbeli sajátosságaival a nőhöz. És akkor hát a férfi, akinek azok a különleges képességek, amik bennünk vannak, tényleg a férfi számára abszolút. Úgy is mondhatnám, hogy a kötelékek, a valódi kötelékek, amivel biztosan minden kalandvágya ellenére is a fészek melegébe kívánkozik. Ugye a József Attila órát, ez a mellékdal, ez a visszavonat megyek utána, talán még meg is talállak, talán kihűl-e lángoló arc, talán csendesen meg is szólalsz, csobog a langyos víz, fürödj meg, íme a kendő, törülköz meg, sül a hús, enyhítse étvágyat, ahol én fekszem, azon látja te. Minden benne van, amit egy nő ad. Az ágy, az étek, az ölelés, a meleg, a minden, ami hatalmunk a világban. Mert ezt kell mondja, és nagyon jó, hogyha egy nő megtanulja, és ezt érvényesíti, ez a hatalma a világban. Most, hogy ugye, most már nagyon a végén vagyunk, vagy rövidesen, nem tudom mennyire mindjátok türelemmel, de hát én ezt például nagyon érdekesnek találtam az összeállításban is, hogy így ki legyen élezve, hogy férfi és nő, és aztán, hogy mennyire kölcsönös egymásra utaltság, tehát az alaptörvény. És hát az a baj, ugye, és Nefszel teljesen egyetértek, hogy nagy konfliktus a paradoxonba szólás. A férfi sorsban is, meg a női sorsban is. Ugye a félreértett, rosszul értelmezett emancipáció, egyenjogúság, egyen és egyenrangúság, uniformizáció. Na most meg mi kértünk egyenjogot, azért mennek a szüfrasettek az utcára. De nem azért, hogy az egyenrangúságban az a szeretelvárás szakadjon a nyakunkba, hogy légy olyan, mint egy férfi, és akkor te valaki vagy. Mert ez egy nagyon torz elképzelés, már pedig ez szakadt ránk. És hogy ezért, mert a sikertelen és depressziós férfiak és a boldogtalan nők társadalma az, ami növekszik, ezt látjuk. És hát ugye ez a Debs-féle vizsgálat azt mondja, hogy egyrészt ugye a természet biztosítaná a férfi dominanciát, a versengő és megküzdő készséget, viszont az a modern gazdaság, amelyik a férfi vonások ilyen működését elvárja, ugyanakkor ezzel frusztrálja a férfiakat, mint a sikertelenség, gondoljátok a versengés, hogy sikerül-e teljesíteni, és mondtam nektek az imént, hogy szex és a munka sikere szorosan összefügg. Nem megy a munkával a siker, akkor baj van a kréta körül. Hát sajnos ezek a dolgok így összefüggenek. Na most hát ezzel, hogy most ez az állapot, hogy sikertelen vagyok, csökkenti a tesztoszteron szintet, hát ugyanis akkor bajok állnak elő, és ez tovább az önbizalmat, önértékelést rontja, és hát ebből nézzük meg, ugye, hogy a sikertelenség, a versenyhelyzet, az alulmaradási félelem, a szexkudarc, a csökkent szexaktivitás. Most ezt így nagyon szomorúan mondom, de felelősséget vállalok érte, hogy a felnőtt élet férfi világban a szexuális aktivitásnak ijesztő csökkenésével találkozunk statisztikailag. Ez nagyon-nagyon fontos és figyelemfelhívó, miközben a férfit abszolút a boldogsághormon állapotába juttatják a szexuális örömteli órák, és ezért nagyon elő kellene segíteni, hogy menjen ennek a természetes folyamata, már most csak azért is, mert mi nők is vagyunk valahol ebben a világban, ebből a szempontból, de tudatosan is nagyon kellene segítenünk a férfiakat. Na most mi van a nővel? Ugye? Mert hogy, hát azt itt csak azt írtam le, hogy mit kellene tenni, hogy mi volna növelő, ha segítenénk őket a sikerérzésben, vagy győztes versenyhelyzeteket megélhetnénk, hogyha lenne egy fokozódó kompetenciaérzés, képes vagyok rá, meg tudok küzdeni a nehézségekkel, tudok pénzt keresni, van munkám, el tudom látni a családomat, tudok gondoskodni. Ezek azok, amik férfi kompetencia növelők, ugye? És ez akkor hozná is a megfelelő szexaktivitást. Na most a nők, ugye mi miért vagyunk veszélybe? Azért, mert szerencsétlen módon a jobb agyfélteke dominancián vulnerális sebezhetővé tesz, és még érzékenyebben, hát sérülékenyebben viszonyulunk mindenfajta érzelmi behatás és mindenfajta traumára. Tehát könnyebb minket megbántani, könnyebben kapunk lelki sebet, és hát a szerepszavar, hát ha nekem azt kell teljesítenem, amit egy férfinek, és akkor mérnek nőként, ahol tartanak valamire, és nem azért tartanak valamire, mert képes vagyok a legkirályibb funkcióra, hogy életet adjak, amire csak egyedül én vagyok képes, hát ha nem azt állítják az értékvilág csúcsára, akkor én akárhogy puszkok, már ugyanazt nem tudom elérni, mint egy férfi, nyilvánvaló, már csak azért sem, amikor arra kerül sor, hogy elismerjék a munkát, akkor sokkal alacsonyabb a fizetés, amivel ugyanazt a teljesítményt érik. Úgyhogy itt azért nagyon súlyos bajok vannak a világban, látjuk is a szaporodó számú betegségben. Na most ugye az indító feltevésünk, emlékeztek, mi volt, hogy legyen a férfi a teremtés koronája, részemről az. A nő anyaként korona nélkül is királynővé válik. Ez gyönyörű, ez a Madonna, amit itt fejezi ezt. De a királynő akkor is királyi fenség, hogyha mint az ENSZ mutatja, a király játszik a királynőben, nézve hatalmas férfi ámbár, fel van szarvaszva. És akkor az azért tételem, hogy végső soron férfi és nő egyaránt koronás fia maga személyes méltóságában, és ez a szoborcsoport jól kifejezi, és akkor hát a gondolatmenetünk konklúziója, hogy a férfi akkor lehet a teremtés koronája, ha őt a nő megkoronázza, és királynak tekinti. Már bocsánat, te csak akkor adod a párodnak a fejére a koronát, hát te is királynő vagy. Vagyis ha te megkapod azt, ami egy királynőnek jár, akkor miért ne lehetne a párod király? És akkor már az igazi emancipációnál vagyunk, hogy legyünk nő a nő, és férfi a férfi, és ember mind, mert az egyre kevesebb. Tehát nagyon fontos, hogy a kölcsönös egymásra utaltság törvényét tudatosítsuk, erősítsük a nőben a nőt, férfiban a férfit, és az értékvilágban próbáljunk valahogy rendet teremteni. Köszönöm szépen, hosszú volt, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy itt kitartottatok. Köszönöm a figyelmet. Mit szavaztok meg? Legyenek most mindjárt kérdések, vagy csináljuk egy szünetet és